Szerintetek színűszerek, ez pedig nem más, mint a KED esti stream, amiben Crusader Kings-ezni fogunk. Mert ha betölt valaha a játék, mert amikor elmentem a teámért, már töltött, azóta még mindig tölt. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy Crusader Kings-ezni fogunk. Üdvözlök mindenkit itt a csatornán. A mai napnak nem tudom, hogy a mai nap... No, várjatok. Na, hagyod ezt abba? Majd eljön annak is az ideje, hogy téged halljanak. Ó, ti nem hallottátok, csak én hallottam. Nagyon jó. Mi a helyzet, srácok? Hogy vagytok? A mai epizódban mindenféleképpen megalapozzuk a vallásváltást valami szexibb vallásra, kevesebb ruhával, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy meg is tesszük. Nem tudom, hogy milyen gyorsan öregednek a királyok, mert hogy nekem mindig meghalnak idő előtt. Úgyhogy ez majd kiderül, de hogy az biztos, hogy azon dolgozunk, hogy az egész HR-ét és ezen keresztül egész Európát egyben alakítsuk át. Egyébként mi is hallottuk Balást. Miért hallottátok Balást? Ó, tudom miért hallottátok Balást, mert a systemen van hang. Oké, tudom miért hallottátok Balást. Jött CK3 patch, balanszolták az egyetem árazását. Ó, lehet, hogy ki tudom fizetni az egyetemet? Majd kiderül. Anna, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 47 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 hónapot. Most akkor ez az utolsó 3 hónapos előfizetésem, vagy sem? Hát a 3 hónaposból ez legyen. De most jelenleg arra hajlok egyébként, hogy mókoljak az amerikai adózással, és itt maradjak Twitch-en. Legalábbis egyenlőre biztosan, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. És ezzel kapcsolatban kértem Nevadától, hogy írjon nekem. De végül még nem írtam neki vissza. De ne félj, mert nagyon-nagyon sok ember figyel arra, hogy én a te válaszod, te neked válaszoljak. Legalábbis Balázs hatalmas erőbe dobással egyébként. Jaj. Na mindegy. Szóval, Crusader Kings, még mindig nem töltött be. Menjünk, köszönjünk be Balázsnak, aztán majd hát a betölt, és... Ja. Egyébként jobban belevágytam a témába magam az azóta, ez itt nagyon jó hír, mert jelenleg te vagy az egyetlen kontaktom, akiről így nagyon tudom, hogy erről tudok kérdezni, de azóta egyébként egy munkakontaktnál is jelezték, hogy lehet, hogy tudnak segíteni a mi kéntekben és a hogyanokban. Azért én örülnék, ha helyre pakolnád a Patreont. Ja, igen, én is. Egyszer megírtam. Bár elvileg ez a kettős adózás inkább a befektetőket érinti. Hát azért. Na mindegy, ennek majd utána kell néznünk rendesen. Pongi, köszi szépen a csírt. Nagyon-nagyon király vagy. Jó reggelt. Neked is jó reggelt. Nem nyílik ki a tám. Megváltottam a világot, srácok, a két stream között. Na, még csak nem is túlzás. Hogy azt mondjam, hogy megváltottam a világot a két stream között. Van a tárnak nagyon fura íze van. Feloldódott benne a méz. Elég mézet raktam bele. Csőke! Szia Viktor, mi a helyzet? Jézusom. Minden rendben van. A lelkesedésed elsöpört. Azt kell, hogy mondjam. Nekem borzasztó a diszkomfortos most ez a setup, amit csináltam. De egyébként nagyon király a kis afrikai dekor a falon. Ugye? És hogy tetszik a poszterem? Csicskagyász, de az elefántok a helyett is királyok. Egyébként nem igaz, nekünk is kim volt ez a poszter tök sokáig. Tehát nem ez a poszter, mert ez csicskagyász. Azt tudod, hogy 25 éves kortól fölfele keret nélkül kirakni, tehát hogy képkeret nélkül kirakni posztert már nagyon kellemetlen? Igen. Bensegem lesz olyan, hogy még ezt talán pont akkor raktam ki. Jó, de ez nem így működik. Várj. És a fal az olyan szuper,
hogy ez ugye beton, tehát fúrni nem lehet bele. Okay. És viszont cserébe, amit felraktunk Blu-Tech-kel, az a fal együtt jön csak le. Tehát, hogyha azt levesszük, akkor jön le vele az összes fal, tehát lehet lefesteni újra az egészet. Úgyhogy eddig nem bírtam rászánni magam. Most a terv az, hogy van ott egy másik kép, egy térkép egyébként. Van, egy igen, térkép, igen. És azt átrakni annak a helyére, csak egy darab ütvefúrót kell szerezni, hogy be tudjak fúrni egy darab ütvefúrt cuccot, megjöttem a falba, és az gyakorlatilag így rákerül arra a helyre, ahol most van a poszter. Ez a terv. Oké, látom a macskát egyébként abszolút zavarja ez az új szituáció. Nagyon éli. Nagyon-nagyon éli. Ami nagyon zavar, hogy ugye itt a kamera, és ott a másodlagos képernyő az rendítés oldalon. És megfordultak a dolgok? Nem, az, hogy oda kell néznem a kamerába, és oda kell néznem a chatre, meg az egész OBS-re. És ez nekem nagyon rossz, mert eddig mindig egy irányba volt a kettő. Egyébként ez nem rossz, ha egy irányba van. Amúgy ez tök király. Nekem közben itt írtam emóra a chatben, hogy akkor most le kell kaparjam a posztereimet és be kell keretezzem? De ez drága. Hát haver, hát 25 év fölött lenni drága. Mert itt, hogy ilyenkor már drága a létezés. Hát örüljél, hogy nem tudom. Örüljél. Nem autót kell vezetned, vagy whatever. Oké. Okay. Képzeld el, azóta már nem nyílik a jobb első ajtó, úgyhogy el kell vinnem szervizbe. Nem én voltam. Nem, valóban nem, mert még utána párszor kinyílt. Én még 24 vagyok pár hónapig, úgyhogy világjegy. A 25 az egy ilyen fiktív határ, ez egy kicsit ennél blurribb. Balázsnál van cica? Szia Viktor, mentem. Már elment. Mármint gyertek és iratkozzatok fel most. Nem, az a cica elment már. Igen. Próbálom itt még mindig a setupon dolgozok, hogy például most hoztam el a... Ja, memorul, rájöttem, hogy nálad nem egészségügyi dolgot nem akarnék mondani például, mint ő, hogy nem fáj a derekad. Szóval, hogy így... Nem, nálad nem akartam ilyet mondani. Oké. Beszakadt a nézőszámom miattad. Jó, igazából nem látom a nézőszámot, szóval azt tudom, hogy beszakadt-e. Te Balázs, te lélekben készen állsz arra, mire kell. Hogy felkészüljünk arra, hogy megtérítsük Európát? Oh, right! Ott az, hol akadtunk el abban a dologban? Sehol, csak le kell kattintani? Technikailag készen állunk a lekattintásra egyébként. Nem az volt, hogy várunk vele, addig még kicsit ezt de hogy, is, de hogy ez történik, igen, hogy egy kicsit még hagyjuk, hogy öregedjen a királyunk, mert most 32 éves, egy évvel idősebb nálam, és már egy egész európányi országot vezet, Jézusom. Szóval igen, hogy ez lesz a vége, hogy itt most várunk egy kicsit. Aztán nyilván fél az ember, mert érted, valaki belém állít valamit. Véletlenül. De még te is, még nem vagy 32, még simán eljuthatsz oda. Hát nem simán. Hát azért mondjuk egy effektíve húzós év lenne az, hogy bedönteni az Európai Uniót, eltiporni a nemzeti ellenállást, és egy területté alakítani Franciaország, Németország, Olaszország, Svájc, Magyarország, szóval, hogy ez itt... Ez nem lesz effektíve könnyű így a maradék, várjál, hol tartunk? Hát márciusi vagyok. Szóval, hogy érted, a maradék... Fél évben. Produktív fél év lenne. Sok villanyt magamra. Jéj. Eszembe jutott arról, hogy hát igen, a Palpatine-nak is egy időben eltartott ezért. Mondjuk az nagyobb falat is volt. De legalább el tudom mondani, hogy a mai a Star Wars trivia az a Mimbaniakról szól. Ennyit akartam. Ennyit akartál mondani? Igen. Akkor most kicsit, most chillelünk? Indíthatom az időt, mert chill van, meg béke, meg minden? Prosperity? Hát az egyedül azért van chill, béke, meg prosperity.
Na várjál, nincs akkora béke és prosperity. Szóval, hogy van egy, frakció, akik nagyon szeretnének megölni, de ennek az élén te vagy, szóval it's fine. És van egy másik frakció, akik kicsit szeretnének megölni, de ők igazából nem is engem akarnak, hanem felborítani ezt az egész világot, ami itt van. Dissolution Faction. Ja, ja, ők. Mondjuk és ők szimpatikusak nekem. Ezt tudom, de hogy... Jó, elég erősek. 189%. Én is azt nézem, hogy ők egy kicsit... Lehet, hogy azért meg közön update-elődött a játék. Én azért megnézném, hogy mik a valós számok. Azt nem emlékszem, hogy így hagytuk itt. Ja, nekem se rémlik, hogy ez ennyire rosszul. Elindítottam közben. Oké. Okay. Hogy megnézzük azokat a számokat, meg azoknak az alakulását. Ja, ez... felfelé ment, várj, először felfelé. Oké, 253, de még mindig azt írja, hogy too weak to send an ultimatum, mert hogy a discontentjük viszont 0%. 55. Jó, akkor elkezdem lefizetgetni az embereket. Hát, azt a minusz százat, azt fizetheted. A többit is fizethettem, sajnos nem megy a dolog. Jó, elkezdek vele barátkozni. 95% hogy jó fejnek fog tartani, ha valaha leül velem egy közös asztalhoz. Ez egy jó arány. Balkán ajtaját nem rúgjátok be? Nem, megtehetnénk. In theory, de in practice teljesen másra figyelünk. Állítólag balanszolták az egyetem árakat. Igen, ez így van, én is olvastam. Oh, wow, és 2000 arany, hát már megyek is egyetemre. Nekem is, és nekem nincs annyim. Mennyi a bevételed, Viktor? 233. Oh, gratulálok, szép. Büszke lesz magadra. Milyen okos ez a Viktor, elolvasta a patch note-ot. Yes, nem te írtad Yoko Sensei kicsit feljebb a chaten? De igen, te írtad. Na, mentem university-re. Have fun. Hova mentél? Melyikre? Nekem nincs... hát lokálisan kéne mennem, nem? Van lokális egyetemed? Elég nagy vagyok. Köln... Isla de France, I don't know, Siena, Vaticano. De ez egyik se a tiéd. Ezek mindegyik az én területemen van. Ja, oké, a Vaticano mondjuk, nem. Oké, vágom, hogy érted. Hülyén, de oké. Te vagy már a hülyén. Characters close to Gerda van Flanderen who dislike fornication. Kaptak minusz véleményt, aki nem szereti a fornikálást. Nagyon helyes. Flandriai asszonyra. De lehet, hogy más országba kéne menni. Hogy megismerkedj más kultúrákkal? Hogy megismerkedjek más kultúrákkal. De közben a Vatikánba is mehetek, érted? Oké, az a kérdés, hogy vagy a Vatikánba megyek. Nem megyek a Vatikánba, már rákattintottam. Oké, mi a cél? Study hard. Vagy hardly study, igen, ez. Oké, ez már is 2500 ez az egyetem, megy fel az ára, úgyhogy gyorsan lekattintom. Jó, ez hogy néz ki? Books and Notes, Library of Knowledge. Ó, Jézusom, elkölthetek 3000 aranyat is. Yes, let's go. Na, megyek 3000 aranyért, megyek egyetemre, és nem 10 millió arany. Lehet én is elmegyek, mert most nem tudok semmit építeni, úgyhogy... lehetünk volna osztálytársak, akik is itt vársz. Hát de nem mondtad, hogy akarsz jönni. És szuper, szuper zavaró hangokat hallok amúgy. A macska éppen szétszedi a világot is? A macska valamit, igen. Csak nem látok semmit. That's great. Oh, megvan, látom hol van. Tartan egy új nick nevet, az a nevem, hogy... Humble. Oké, ez lehetne sokkal rosszabb is. Fenyves, nagyon haragszik rám egyébként, és őszinte mert leszek. Mert nem vagy hajlandó azt a nevet adni, igen, amit ő kiváltott. Igen, de legyünk őszinték, hogy attól függetlenül, hogy nem teszem a másik opció, sokkal jobb. Mint az eredeti. De fenyvesnek van egy ingyen elnevezése. De mi volt az ő neve, valami...
kacsa... Mesztelen igazság, vagy valami ilyesmi. Ami tudsz tenni jobbat és fenyves. Ami nyilván kifejező, tehát nem erről van szó, csak... Na. Ars az az enyém volt. Ami? Már megint túl sok területen van, és azon gondolkozom, hogy miért. Oké, megvan. Az érdekelne nagyon, hogy melyiket kaptam most. Ó, a Dvurcsvú jót, az biztos, hogy nem az enyém volt. Az bizony, vigye valaki nyugodtan. Anglia háborúzik a skótok meg az írek ellen is. Az elég szomorú. Az a szomorú, hogy behívott. BSC, nagyon szépen köszönöm a donation-t. Nem írtál mellé semmit, csak küldtél egy valak pénzt. Nagyon szépen köszönöm. You can use the force vessel as custosbury, de szerintem ezt pont nem tudom használni, mert nem vagyok független. És ezt mintha csak függetlenek csinálhatnák. Olszó, nagyon sajt lenne, ha Balázs polgárháborút robbantana ki, és másnap megadná magát, hogy a többi lázadó rajta kívül menjen a böribe, és lakás elkobzás meg minden. Elég sajt lenne. De ez, azt hiszem, ez elég. Ez by definíció szerint ez pretty sajt lenne. I don't know about that. Ja, felismerem a sajtot, ha megérzem a szagát. Ezt akartam mondani, csak angolul, mert nekem már nem elég jó a magyar nyelv. Ja, de ez tudtuk mindig is, hogy eltartott kisújú anglisztikás vagy. Ja. Can press multiple. Most ilyen gazdasági épületeket fejlesztek. Mondjuk a korrupció, mint olyan eddig is létezett. A korrupció létezett, igen. Köszi szépen, PSC, nagyon király vagy, tényleg nagyon szépen köszönöm. Képzeld, elfőztem a... Mármint... Félig főztem strapacskát. Király! De ha elmondom, hogy miért csak félig, akkor... A hardcore-osok azt fogják mondani, hogy nem is főztem. Jó, de én nem vagyok hardcore-os, szóval... mondjad, miért? Sőt, képzeld, olyannyira... Várj, kezdem én. Képzeld el a hétvégi főzéshez. Vettem a boltból alaplevet, mint az állatok. Lehet, hogy amint az állatokat nem kellett volna hozzátennem, ugye? Mert ez most nagyon sok ember lelkébe tapostam bele. Hát nem kéne boltba venni az alaplevet, vagy nem tudom, nem vagyok annyira hardcore. Na, szóval életemben először vettem a boltban az alaplevet, és olyan elképesztően easy peasy, csak így öntögetni. És érted így, csak kinyitod a kupakját, és aztán így öntöd, és nem az van, hogy előtte nem tudom hány óráig főzted, most egy üstben van, nem tudod jól adagolni. Most már buta is vagyok, meg állat is? Ja, Memoru, nem nincs jó napod. Na, szóval miért csak félig csináltad? Mert magát a tésztát, azt boltban vettem előre elkészítve. De Jézusom, az még tényleg elég csicska dolog. Úgyhogy igazából csak bekevertem a... Hát hagyma, jutúró... bacon... ilyen alap dolgok. A viszont, hát ha a te cseted okos... De várjál, ilyen... ez csak egy izé, egy ilyen nokedli dolog, nem? Na, ezt akartam kérdezni. Mert ez nem is bonyolult. Valaki meg tudja mondani, hogy mi a különbség a nokedli és a strapacska között? Mert... két külön dologként árulják a szupermarketben, a madras Tesco-ban. Ó, te írtad a porciós, de van cserélve a porció. De konkrétan az egyik az, hogy strapacska, a másikra meg az, hogy hogy nokedli. Az egyikre azt, a szutnok annyit ír, hogy krumpliból van, azt nem mondta, hogy melyik. Mind a kettő, várj, a strapacskában nincs jutóró, a jutóró strapacskában van jutóró. Na, azt írják, hogy a strapacska krumpliból készül. Krumpli alapú. Lisztből, nem? Mert mint, hogy csak lisztből. Oh shit, remélem nem váltottam vallást. Fucking hell. nem olvastam el a dolgot. Nem váltottál. Oké, akkor ma okosabb lettem, köszönöm szépen. A nokedli az liszt, tojás és só, a strapacska meg gondolom krumpli, liszt, tojás és só. Na, szóval ezt csináltam, és nem lett nagyon rossz. Pedig a jutóró az egy
trükkös dolog. Kaptam egy ilyet, hogy az egyik strapacska, a másik meg Herbit néz, és így, na ez egy elég régi kód, és nem tudom, hogy checks out-e. Na, én végeztem is az egyetemmel, és az van, hogy mi a helyzet az egyetemen? Messze sokkal több pénzem van, mint amikor kezdtem, szóval gondolkozom rajta, hogy megyek még egy kört. És mit kaptál érte? Valami perk pontot? Vagy nagyon őszinte legyek, nem figyeltem. A learningem 22-es, az számít? I completed my university visit at Vaticano, de nem írja, hogy növekedette valamelyik. Nagyon jó. Ó, az megvan, hogy újra kell csinálnod a vallást? Igen, meg, de lefotóztuk. Oké, de meg, attól még át kell kattingatni. Jó, de lefotóztuk. Ebben így lélekben készül. A szlovák strapacski étel elsősorban krumplival készült galuskát jelent, szemben a nokedlivel, amelyben nincs burgonya. A haluskiszó, van a tetején ilyen, az S-nek a tetején ilyen dolog, szó pedig inkább vastag metél tésztát jelent. Na, there you go. Fun fact, erről jut eszembe, semmi köz az egészhez. De nézegettem jogapózokat, vagyis igazából csak szembe jött velem egy okay. Post-jogapózokról. Jó, folytasd! És egyszer csak kiadott egy olyat, hogy Becca Asana, vagy Becca Sana, azt hiszem. És hogy az Asana az a neve a pózoknak, és a Becca, és ott volt egy béka. És kiderült, hogy a békát ugyanúgy hívják abban a nyelvben, mint a magyarban. Mert mind a kettő olyan ótörök eredetű. Na, that's a fun fact if you ever heard one. Fact! Mindenféleképpen fact, igen, igen. Kicsit érdekel, hogy a strapacskára hogy jutott eszedbe a yoga pózniá. Úgyhogy... Balázs, being Balázs. Úgyhogy... Szavak eredete. Te Balázs! És a haluskiból galuska. Ó, oh, haluski, így. Galuski. Jó, igen, ez abszolút érthető. Szóval te Balázs, lehet valahogy automatizálni, hogy... Már automatizálni akar, nem hiszem el. Helyen, legalább jó, automatizálni akarok, hogy pénzt költsenek a saját birtokaim fejlesztésére? De, nem. Oké. Okay. A legegyszerűbb egyébként az, hogy... hogy előhozod jobb felül ezt a outlinert, ott lenyitod a domain holdingokat, és amikor látod, hogy van üres slot, akkor... vagy látod, hogy nem zajlik építkezés, akkor így tudsz odaépíteni. Megmondom, az a probléma, hogy mindig elfeledkezel róla, hogy upgrade-elni kéne ezeket. Nem, csak annyi pénzem van, és sokkal jobb lenne, ha ez így magától ja. Történne. Hát, amúgy... Jó, semmi baj, most már nincs olyan nagyon sok pénzem. Tehát, hogy most már így belehúztam, és végig cuttingattam mindenhova némi... némi fejlesztést. De technikailag automatizmusnak számít az, hogy kiszervezed. Ugye odaadod valakinek, hogy csinálja. Viszont az illető az lenyúlja a 90%-át is a bevételnek, úgyhogy az annyira mégsem talán... Jó, tehát arra gondolsz, hogy legyenek vazalusaim? Igen. Na, ezt próbáltam, és nem tetszik. Arra gondoltam, hogy valahogy teljesen más, hogy kéne ezt csinálni. Oké, hajrá. Nekem ugye van egy fiam, meg két lányom. És egy unokám? Ah, most jött egy unokám. Várj, miért így az, hogy your niece and granddaughter? Oh. Hát. I might have made a terrible mistake. Ja, mert a fiamat hozzáadtam a féltestvéremhez. Igen, itt kezd el kicsit bonyolódni a családfa. Én ezt nem is tudom követni. Szóval 11 000 aranyról lementem 4 000 aranyra területfejlesztéssel. Jó kis gold szink ez. Jó van, there you go. Vigyed a... Vankónak a gabletjét. Aki... Igen, be van kapcsolva a gyereknevelős DLC, csak nem nevelünk gyereket. De ezért tudunk egyetemre járni. De megtennénk, ha lenne kedvünk, de nincs. Ennyit akartam mondani. Abszolút. Igen, ez... jött egy legendás asszony hozzám, és egy dobozt akar készíteni. Egy dobozt, Viktor! De legendásat?
Ajánlom, mert nem is tudom, hogy milyen, hogy néz ki egy legendás doboz, de most már nagyon kíváncsi vagyok. Ilyen egész Európában egyedülálló vitrin, mondjuk, az egy legendás doboz. Képzeljétek el, vagy képzeld el, van egy olyan városom, abszolút a favoritom ez a város, van egy olyan városom, ahol van egy 8-as kikötőm, és egy 5-ös malmom. És az szépen termel. Gondolom, nem látom. Egy pillanat megnézem neked. Yes, 18.13. Ez nem rossz. Nem rossz. Fővárosod mennyit termel? Hát nem ennyit. Azt lenne a tippem láthatatlanba, de megyek megnézzem. Most fizikailag oda megy, vagy mit? Nem, azt olvasom, hogy vallást váltok el, mert rákattintottam volna valamire, amit a stresszt vesztek. Oké, a fővárosom az 10.93-at. Ez nem rossz. Hát, de nincs kikötője, szóval érted. Örülünk, hogy ennyit összekapargatunk a környező földekből. Én most... úgy gazdaságilag akarok így nagy hatalom lenni. Közben a cseten olvasott! Ja... ez a val... olvasott ki ez és mit csinált Viktorral? Tudod mit? És lekattintom azt, hogy mit tudnék csinálni. Nincsen... Oké, hát ezt felveszünk ide valakit, persze. Oké, te leszel az a valaki. Oké, 450 goldot költöttem a szvéjelésére ennek az arcnak, aki már lehet, hogy nincs is benne régen a klubban. Nincs. Next! Ó, azért ilyen alacsony a bevételem, mert túl vagyok a domain limiten. Oké, most már nem vagyok túl a domain limiten. Most már kicsit jobb. Oké, most már egész jó. Mennyi? 250. Köszönöm a kérdéset. Jézus Isten, az rengeteg! Kell több város a tengerparton! Period time! Aha, period time. Ebből csak Brüche 35 aranyat termel. Jézusom, kikötő? És malom? És malom. Kikötő és malom. Kikötő és malom, te. Period time! Oh, ez nem a Beryl, ez a Street Kitchen. Done. De done egyébként. De közben valamit csinálnom kell. Jó, oké, most már felment. Milyen time az mit tud? A Beryl? A Beryl az a chilles social media, ahol chilles. Nem nézett kérdése. Igen? Nem. Nem? Igen. Mi? Tiltakozom. Szóval én nekem a chill lesz social media, amit így kirakok, aztán kalapkabát. Nem kell aggódni az életen. Ja. És közben nekem én lettek ilyen diplomáciai lehetőségeim, és lehet, hogy ezt ki kéne próbálni. Van-e lányom, akit úgy akarok tenni, mint hogyha kiházasítanám, de igazából le akarok mészárolni mindenkit. Ó, ti csinálhatsz ilyen izi esküvőt? Ja, véres esküvő. Szóval, ha kapsz tőlem egy meghívót, akkor ne fogadd el. Kitöljek meg? Ó, elkészült az... az a doboz. Hát ez nem annyira jó. Ez a doboz. Nekem de tetszik okay. Az a doboz, ez egy szép doboz. Örülök, hogy... örül, az, aki megcsinálta. Persze, kirakjuk a hűtőre, nagyon szép. Kirakjuk a hűtőre. Ó, én is kaptam egy dobozt! Na, várjál. Nem, ellopták a dobozomat. Ez majdnem ugyanaz. Oké, tegyük fel, hogy... tehát valaki, akit meg akar... van-e valaki, akit meg akarunk ölni? Um.
Csak hogy ne a ló elő fogjuk a lovat, vagy, vala, vagy a szekeret. Valaki meghalt. Ah, valaki más halt meg, nem én. Nagyszerű. Megnézem az ellenségeid arcát. Az én ellenségeim arcát? Azzal ne foglalkozz, ölj meg valaki olyat, akit a szíved diktál. Ó, oh, 34-es lett a learningem. Nice. De nekem nincsenek ellenségeim. Devotion-based learning boost. Hogyan lehet ez így, érted? Hogyan lehet ezt a lehető legjobban felhasználni a végtelen céljaim elérése érdekében? Devotion-based learning skill. Nem, szóval az történt, hogy kivettem azt a skillt, amit a devotion nem szintje alapján kapok extra igen. Tanulást, és akkor ettől lett hirtelen nagyon sok, igen, that's it. Oké. Tényleg nézd már el, Léci, most úgyis lepauzoltam, hogy megtervezem ezt az esküvőt. Nézd már el, Léci, hogy mennyire befogadóak a vazalusaid most így ezzel az egész ötlettel kapcsolatban, hogy új vallásuk legyen. Ahhoz össze kell kattingatni a vallást újra, ugye? Ez egy tökéletes pillanat rá, igen, mert én is összekattingatom az esküvőt. Már keresem is az adatokat. Hogy kell nekem? Azt mondja, hogy Grand Wedding. You need to have promised the Grand Wedding to organize one. Fucking hell. Oké. Itt van ez a 14 éves lány, de várjál, ebből nem lesz még Grand Wedding. Itt van a 16 éves lány, abból már lenne wedding. És akkor kit akarok? Hát nyilván Akvitániát akarom megölni. Neki van valami gyerek, akit így lehetne? Tele van gyerekekkel. Ó, neki van felesége. Ő Kalickában van. Nice, so far so good. Az is Kalickában van, na figyelj, te gyerek. Attól még meghalhat, mert Kalickában van, és se felejtsd el. True. Igen, és akkor Grand Wedding. Only the dominant side in the betrothal. Oh, fucking hell. Matrilineal Grand Wedding. Oké, elfogadja, cool. Igen, most ígértem egyet, és most... Grand Wedding... De még nem fogadta el. Oké, kész vagyok, azt hiszem egy előre. Istenem, én meg nem jó sorrendben csináltam a dolgokat. Oké, ezt nem lehet még. Oké, még mindig nem lehet. Oké, ez monogamous marad. A divorce. Always allowed. Hagyjál békén. No bastards. Ez a gyerekről egy kép. Accepted. Sand. Recruitment. Either. Allowed. Temporal for life. Jó, elméletileg mindent átállítottam. Kivéve... ezt. Jó, elméletileg meg vagyunk, de nincsen meg a név. Valaki emlékszik, mi volt a név? Kacsa? Head of Fate. Temporal. Kacsalikus, tényleg. Balázs, te direkt vagy némítva? Most igen, most pont igen, de nem beszéltem egy ideje. Oké. Hallgatom, hogy szépül, épül szépül a vallás. Úgy gondoltam, ez egy történelmi pillanat. Megtisztelem a csönddel.
Okay, we good. És most már itt vagyok. Oké, ezt hogy tudom megnézni, hogy... hogy mi hát, a... jobb alul, a... vagy lehet nem jobb alul. Ezt inkább rábízom a chatre, ők biztos jobban tudják. Hol is tudom megnézni azt, hogy ez... Hogy ez kinek tetszik, kinek nem. Igen, hogy ez kinek tetszik, kinek nem. Azt hiszem a Dant le kell kattintani, és akkor fogja ki, akkor ír ki egy új képernyőt. Várj. Ó, megvan, miért? Megvan. 37 az 50 vazalusomból az át fog állni. Az már tök jó. Hát 10 akármennyi volt még legutóbb. Yes, ez így van, igen, igen. Kicsit várnék vele. Mennyi vagy? 36. Fine, az egészség. Ezt most újra le kell kattingatnom majd? Nem, ezt most megjegyzi. Miért tettél meg egy ismeretlen növényt? Ja, az egyetemre menet történt. Ja, az egyetemen valaki adott neked valamit, egy kis brownie. Nem, még az egyetemre menet. még az egyetemre menet történt ez a dolog, és hát így alakult. Oké, tudnék címert állítani, de nincs kacsa. Tudnék csinálni címert? Abban nem vagyok szuper biztos, hogy ott milyen szabályok érvényesülnek. Szerintem nem. Szerintem itt nem tudsz címet csinálni. Jó, az a baj, hogy ehhez viszont tudnom... A legközelebb a kacsához a galambál. Hogyha engem kérdezel. Csak az alapján, hogy van szárnya. Jó. Hát, közelebb áll hozzá, mint egy macska vagy egy elefánt. Jó, de mondjuk mit szólsz a kecske kutyához, ami viszi a keresztet. Jó, mindegy, jó lesz a galamb. Vagy ott van a Elden Ring ikon is. Szia, Szeti! Na, és ez most lehetek 4780, szóval ez egy bonyolult szám. 4787 bekerül most, de egyébként 10 000 lenne. Uh-huh. Kaptál reakciót, mert hűségkártya vagy. Mert király vagyok azért. Szia, Vivi! Pont a hűségkártya. Ja, összegyűjt. Lekattigat. Kérdezték, voltam tankolni, és ez nálunk nagy esemény, mert ugye nagyon ritkán járok tankolni. Uh-huh. És voltam tankolni, és akkor megkérdezték, hogy van esetleg applikációm, és így, ó, van! És így húzza le mindenféleképpen, nehogy lemaradjon véletlen a 2 havonta egy tankolásom róla. Soha életemre fogok elérni semmit, de azért húzzuk le, hát ha kapok egy ingyen csokit. Nem kaptam, de a gyerek kapott csokit. És aztán... okos szülőként beültettem a hátsó ülésre, és adattam neki, hogy ezt most edd meg. És aztán 10 perc múlva kivettem, és minden csokis volt. Én képzeld el, én az Oceanba járok tankolni, és ott is csak és kizárólag az automatikus kútnál vagyok hajlandó tankolni. Igazából hamarabb volt az, hogy én az automatikus kútnál akarok tankolni, mint hogy az Oceannál akarjak. De hogy ott van automatikus kút, szóval tetszik. Van az Oceannál automatikus kút? Hát Debrecenben van. Viszont, az izgalmas jó, az... Jó, ha Debrecenben van, akkor lehet, hogy nálunk is. Jó van, na oké. Az izgalmas az az, hogy én használom mindig lelkesen ezeket a bizalomkártyákat, meg hasonlókat, mert hogy fucking hell, whatever. Legalább ennyi kicsit ilyen jó érzésem legyen a dologgal kapcsolatban, hogy jó, 20 ezer bizalomkártya... forintos tankolásra, igen. 20 forint visszajön. Oké, igen. És nem tudtam, múltkor leolvasta. Egyszerűen nem fért be dráma. A telefonról, ahol le kell olvastatni. És nem értettem, hogy mi történt. Mert hogy a telefonom nem változott. Aha, és mi történt? És beraktak nagyon... egy szűkítőt, mert rájöttek, hogy használod. Észrevették a telefonodat, és aztán jó, ezt nem hagyhatjuk. Hazament a kolléga, 3D nyomtatott egy szűkítőt, és másnap felszerelték. Hát majdnem, igazából az történt, hogy... Nem tervezek Debrecenbe költözni. Másfajta beolvasók vannak. Képzeld, Szeti, tegnap helyett, vasárnap oldalon, este láttam őzikéket. És ezért én mindig az egyik helyre álltam, és oda tudtam olvasni, és egyszer csak átálltam egy másik helyre, gondolván, hogy ugyanaz, uh-huh. És ott nem lehet leolvasni a kártyát, mert nem fér be. Oké, ez mondjuk elég mókás. Úgyhogy most már erre is figyelnem kell. Pici volt, minden. És három, és volt közöttük egy még kisebb. Én ezt
Nem hiszem, hogy a szarvas gyakoribb lenne itt a kerületünkön belül. A patakpart mellett. Az 20 darab Night fa. Night effectiveness plusz 10%. Jézusom, hát ide vele. Ó, Jézusom, ez mit kell tenni? Ja, bört. Bört az állatról? Valami bört lehúztak valami állatról. Wow, kezdenek kialakulni a Crusader Kings szenszem, vagy nem tudom. Megnyitottam a tanulós dolgot, hogy megnézegessem, hogy mit tanulok a továbbiakban. És kaptam egy pontot. El kell tenni. Ritmusban vagy. Yes. 1300 van. Boldog új... még nem. Boldog 1300. Boldog új 39 learning! They see me learning, they hate me. Te nem akarsz a csajoddal csinálni valamit, amiből a gyerek lehet? Mert érted, ha ez az egyetlen egy gyerek, ez elmegy fürdeni. Nem. Mert már lover-ök vagyunk. Jó, akkor mehet a kamar. Oh, wait a minute, rajtam van még az erényöv? Nem, nincs rajtam az erényöv. Rajta van az erényöv! Nem, ez nem az erényöv. Jó, nincs rajtam az erényöv, minden rendben van. Na, megnézem én is, hogy rajtad van, mert látszik kívül, hát rajta van az erényöv. Jézusom, rajtam van az erényöv? Aha, hol? A regáli a slotban. Kéz! Sok mindent megmagyaráz. Hopp, meg született a dinasztiában egy gyerek, de nem az enyém. Jó, ezt akkor levennám. Beraknám inkább azt a másikat. Kéred vissza az erényövet? Nem tudom, lemosom, vagy valami. Aha, lehet, hogy szükségem lesz rá. Te ki vagy? Hogyan tudom neked odaadni az erényövet? Ajándékoz nekem artifaktot. Az van, hogy levettem az erényövet, és valaki kilépett azonnal a councilomból. Oké, okay, szóval, ha van egy powerful vazallus, aki nagyon rossz abban, amit kell csinálni, és van egy gyenge arc, aki nagyon jó abban, akkor a powerful vazallust választjuk, ugye? Igen. Hát, ja. Erényöv, lemaradtam a dolgokról. Az erényövvel kapcsolatban az van, az, hogy három évvel ezelőtt adtam át. Három királlyal ezelőtt. Tehát, ez fontos. Az, hogy wow, milyen szép szekrényt csinált nekem ez a jó ember. Szóval, hogy az van, hogy három királlyal ezelőtt kaptam egy erényövet, de hogy ezek így öröklődnek, és akkor gondolom azóta így álltak az utódok, hogy velemben az esetben I guess, és felvették ők is. Ide adtad egyébként? Nem. Hey. A fiamnak keresek feleséget. És nem akarok neki szuper öreg feleséget, mert ez mondjuk ilyen csúnyát se. Ó, Jézus Isten. Mondjuk az igaz, hogy... nem tudom egyébként. Kérdezték, hogy nem lenne értelme annak, hogy így, mit tudom, egy gyilkosságot legálissá tenni a vallásodban, de az kicsit visszaüthet. Az tehát van, hogy nem játékmechanikai célokból csináljuk, hanem olyan vallást csinálunk, amilyet szívesen vallnék. That's that. Fogsz kapni egy Grand Wedding meghívót, és ez nem a gyilkos fajta Grand Wedding, hanem ez az olvasott ember fajta Grand Wedding. Yes. Akkor megyek. Nekem mikor lesz gyilkosos? Már a 15 éves még csak. Várj. Kell hajók? 8 éves az ember. Jézusom, meg se élem azt. 52 vagyok. Recreational céllal érkezek. Jó, mennyit költök a gyerek esküvőjére, feltételezve, hogy akad pénz? Ja, hát ennyit simán költök a gyerek esküvőjére. Nem tudom, küldtem-e meghívót, de gondoltam rá úgy, hogy Jézusom, 72 000 fős a seregem. Hova? Miért olyan messzire kell utazni? Mert ez a legszebb birtokom. Oké, nem feltétlenül, de az egyik legszebb birtokom. Fucking hell. Haver, szép!
Yes! Utálom a Destination Weddingeket. De gyönyörű szép a kilátás, gyönyörű szép a kastély, most lett felújítva. Egyébként tényleg most lett felújítva. Jó, akkor ma útba állítom a világ összes híresejét is. Na, let's go. Ne, fantasztikus lesz, hidd el. Lehet síelni a hátsó kertben, lehet fürdeni az első kertben, és... De ez még nem a mesztelen része lesz. Még nem, de dolgozom rajta. Várj! Én eddig így mókásan nézegettem a te terveidet. Ja, és itt nem fagyos a tenger, mint a te tengereidben. És most döbbentem rá, hogy ha te vallást váltasz, akkor nekem is vallást kell váltanom. Tehát yes, 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 és ráadásul csak jelzem, hogy el is várom. Aha. Yes. Aha. 70... Nem szeretnénk monetizálni ezeket a modokat, igaz? Nekem ott az előző streamben semmi baj nem volt, de lehet, hogy bekapcsolhatjuk a visszafogott jelzését ennek a dolognak. Ó, beteg lettem. Kiírjuk, hogy ne kattints ide, ha nem múlt el még 18. Az működni szokott. Nem pornó, at all. Történelem pornó. Oh-oh. Crusader Kings 3 zárja a gun section. Haldoklom. Ó, no, az nem jó! What the hell? Állj! Hát utazás közben megbetegedtem. Na, figyelj, akkor most ezt át kell tolni. Eljött az idő. Úgyhogy mentek egyet. Mert ha most meghalsz, már pedig most úgy néz ki, hogy meg fogsz halni, akkor megy a levesbe az egész. Oké. Okay. Azt hiszem meg tudod csinálni, megbetegedve is. Mondd, hogy nem kell újra, nem kell. Sa-la-la-la-la-la-la-la-la. Halálos ágyadon, mint második József, csak te másik irányba. Oké, okay. Elméletileg minden be van állítva, amit szerettem volna. Látod, Viktor? Más vallás, váltás, gondolatátom mekkora a karaktered. Na, és az van, hogy 43 az 50-ből meg fog térni. Ó, oh, levágták a pöcsörődet is? Hát ez szomorú. Ha nem tudtad volna, akkor most én mondom. Megnyomtam a gombot. Ja, kijött a dolog, hogy... Ó, oh, Jézusom, nem vi most nem... Hova kattintsak? Ó, oh, viszont nagyon stratégiára kitakarják nekem itt az ikonok a bal alul a... Viszont valahogy domain limit fölött lettem, szóval azt majd mindjárt helyre rakom. Oh boy. Oh boy, ez miért alakult így? Ó, oh, ez azt viszont tök sokat fizet. Még szerintem az egyik is az enyém volt. Mi az, hogy jó? Az a neve, a rövid neve, hogy jó? Igen, gondoltam ez elég lesz. Úgyis mindenki tudja, miről van szó. Ennek miért lettél ennyire durván domain limit fölött? Honnan lett 5 birtokot pluszban? 8, már elpasszoltam 3-at. Nem tudom, gondolom kiszálltak, kicsekkoltak emberek, akik nem akarnak részt venni ebben a buliban. Azt mondták, hogy hell no! Állno. Azt tudom, hogy itt nem volt ennyi domain, nem? Tehát, hogy itt így... Megkaptam a templomokat, amik eddig a papoknak mentek. Ó, jó, akkor azokat odaadom valakinek. Hát ez elég sok mindent megváltoztat. Például le tudom cserélni az Court Chaplainemet, aki egy nagy nulla jelenleg. Nagyon jó. Mindenki mesztelen, Viktor. Yes. Mindenki mesztelen. Yes. Meg kellett nyomnom hirtelen a gombot. Ó, nekem is lett pár földem. Igaz. Jó ég. Nekem 16 per hétre ment föl. Oké, okay, ezt már elpasszoltam, ha jól látom, I guess. Na most kell nagyon figyelnem, hogy jókat kattintsak le. Én azt hiszem már kattintottam le nem jókat, by the way. Good. Good! Hent. Igen, mert az összes templom most már ugye világi kézben van. Ó, az öröklődés be lett állítva, alrighty. Igen, az be lett állítva. Az öröklődés rendben van már.
hogy mit fognak szólni azok, akik alapvetően nem azt mondták a felvetésedről, hogy no thank you. Ez egy kérdés, igen. Ez akárhonnan is nézem, ez egy kérdés valóban. Egy pillanatra elindíthatom az időt. Igen. De jó szkizm. Egy új törés jelent meg a kereszténységben, amikor Emperor Rudeus van Ezeltein és a követői leválták a kereszténység keresztény hitről, és egy új vallási mozgalmat alapítottak. Ezek a jó papok a kooperációt és a toleranciát képviselik, még azok felé is, akik nem hívők, és sokan és elvetnek sok. Nem vetnek el, tehát kanonizáltak sok ősi hitet, mitikus sztorit. A katolikusok nagyon várják az pápájuk elérkezését, egy nagyszerű vezetőt, aki összefogja majd mindenkit, hogy eljöjjön az új jó aranykor. Oh no, a show nudity az... ha azt kikapcsolod, ez tényleg nem show nudity. Tehát ennek az egésznek nincs értelme akkor. Hát akkor egy kis hát nudity ide. Akkor ruhákat rak mindenkire. Ja, akkor ruhákat rak. Nem ezért térítettem meg egész Európát. Oké, okay, I'm good. Vissza püfölgettem. Egy kicsit leesett a sereg száma 72.000-ről 58.000-re. És az itáliai katolikusok sem örülnek annyira, de ezek csak parasztok. És egy Liberty Faction is indult. De ez meg még kedvel is egyébként. Adok neked pénzt. Igen, mert az Independence Factionben most így sokan benne vagyunk. Hát erre kíváncsi leszek. Isten, te lesz mesztelen emberekkel most már a számítógépem? Még jobban, mint eddig? Még jobban, mint eddig, igen. Ó, valamiért egy Marshall lifestyle pontot kaptam. Miért kaptam Marshall lifestyle pontot? Én nem... Én ezt nem szeretném. Az jó egyébként, valószínűleg azért, mert elutazt, tehát összegyűl az XP, össze tud gyűlni, és akkor ezt simán elköltöd, it's fine. Nekem ezzel semmi gondom nincs. Ah, oké, okay, jó. Ha jó, akkor... Minusz 238 a pénzem. Ja, mert elköltöttem 900-at. Knights of Santiago has been established by... King Shval. Lettek lovagjaink is. Cickók! De hogy ezt csináltam már korábban, nem? Mert mint hogy az előző gameplayben is ez volt a vége. Csak akkor nem ekkora mértékben, azt hiszem. Hát oké, okay, hogy az egy dolog. Nem, azért kérdezem, hogy lesz a monetizálható ez a dolog. Nem, valószínűleg igen egyébként. Figyelj csak. Rakd át a papodat, hogy térítse a földjeidet. Jó, hát szépen, mit csinálják ezzel az apróval? Ja, nem, azt mondtad, hogy minuszban vagy, igen. Hát... Igen, minuszban voltam. Lehajoltam az apróért. Leesett a bevételem, mert 250 volt, és most 187. Not valid target. County of Hapap is jó. Elküldtem Olaszországba, mert az ott aztán cseréld le a papot, mert buta. Mert hozzám képest mindenki. Na, ez elég flottul ment. Most bele kell számolnunk azt az egy apró technikai hibát, hogy én nem sokára meghalok, és a fiam örökli azt, ami most van. Aki csak azért nem mesztelen, mert még csak 17 éves. Parental heartbreak. Kicsit leesett a bevétel. Egyébként tényleg leesett a bevétel, zavar is. This character still deals with emotional wounds caused by them by a parent. Yes, and it was me. It was me. Csóres. De már nincs ott az intenzíven vagy jelzés. Ó, ha nincs ott az intenzíven vagyok, akkor lehet, hogy nem halok meg.
Mondjuk péniszem nincs, mondjuk született fiam, de mindegy, nem ez a lényeg. Az még előtte készült. Jéj, nudista esküvő! Nudista esküvő! Nem azért, de szerintem a vallás nem életkorhoz kötött, szóval nem értem ezt a 17 éves dolgot. Igen, de a mellek mutogatása igen. Na, az van, hogy... hogy van itt egy pár ember, akikre rá kéne erőszakolni egy vallást. Nem találom őket. Könnyű őket egyébként észrevenni. Jó, ruha van, igen, azt látom, az addig megvan. Hopp. O, ott van például egy emberke, pont konkrétan a... Konkrétan itt a saját klubomban. Na, hogyan tudnám őt... megkérni arra, hogy vegye jobb fel gomb... ezt a vallást iszonyatosan gyorsan. Jobb gomb és alul demand conversion. Lehet, hogy százalékos értéket mond rá. Lehet, might hogy might accept, lehet, hogy fog valamit kérni cserébe. Van, hogy pénzt kérnek cserébe, van, hogy mást. Mondjuk egy húkot. Most amúgy én is mindenkivel le kell tárgyaljam ezt a dolgot. Mert maguktól az én vazolósim nem állnak át. Ha elutasítja, akkor akár le is tartózhatod őt, csak kérdés, hogy nem lázod-e fel. De nem akarom, meg ez nem illik a... Ó, elfogadta! Akkor küldök egy e-mailt a másiknak is. Küldök előtte egy kis pénzt. Úgy, és most küldök egy e-mailt. Nekem mindenki ilyen 50%-ot mond rá, hogy nem tudom, majd eldöntöm. Majd ha megjön a levél, majd ha tényleg dönteni kell arra, hogy leveszem a ruhámat, vagy nem, akkor majd eldöntöm. Jó, ezek elfogadják. Én nem tudok, ugye nekem nincs olyan gombom, hogy így mindenkit egyszerre kérjek meg. Várjál, küldjem a papot segíteni a régiódba? Nem. Feltétlen, a saját területeiden a saját területeimet nem csinálhatom, mert azok sötét zöldek. Mindegyik. Oh, wait, ez nem a se... A plusszel meg Zatek, az például totál nem az. Jó, oké, akkor megy és... Ott megy már arra a részre, oké, értem, aggódjak a saját területeimért, jó, rendben van! 25 év?! Most néztem rá, hogy meddig tart neki megtéríteni. 25 évig tart megtéríteni azt a földet. Hát nem. Egy földet. Holy shit. Ő se akarja igazán, tudod? Ez nem teljes szív. Itt egy arc, aki... nem igazán van ruha nélkül. Nagy részük elfogadta, kis részük nem. De alakul. Jó, neki brain damage-e van, ő megúszza. Jó, eddig mindenki, akit megkértem, mindenki elfogadta. Az itt jó arány. Nem is kértek semmit cserébe? Le kellett volna kattintanom, ha kérnek valamit? Akkor több válasz lehetőség jelenik meg. Jaj, akkor kettő. Nem. Ó, várjál? Lehet. Nem tudom, nem figyeltem. Húkot kértek, azt a írják a cseten. Úgyhogy van húkuk, úgyhogy valószínűleg senki nem fog adót fizetni. Vagy, ami még rosszabb, tanácsba szeretnének bemenni. Well, az baj, de majd, azt majd elintézzük akkor. Ez majd a jövő vége, Viktorának problémája lesz. Közben véget ért az esküvő, nagyon jó volt. Na! A meghívást. Sokkal izgalmasabban alakult, mint amire számítottam. Ja, hát útközben egy kicsit bepánikoltam, és vallást váltottam a néppel. Ez hogy... Bocs, igen, mondjad? Tehát ez tényleg így milyen kis RP-s dolog, hogy így a halál meglegyintett, és azt mondtad, hogy jó, akkor most nekem
Be kell fejeznem, amit elkezdtem. Életem nagy munkáját. Nem várunk tovább. Nem várunk tovább. Meg kell. De képzeld el, ha ugyanez az uralkodóval lett volna, és Project Cindernek hívta azt, hogy a galaxisbe kellett. Na, szóval így, tudod, így nem tudom, megfázik. Látom, hova mész ezzel. És akkor így... Start Project Cinder, és érted, így felkezdik felforralni bolygók légkörét, aztán kap egy jó húslevest, megissza, és... tényleg cseréld le a papod, mert 7-es learningje van, és így a tiédnek 30 év. Jó, Mr. Pap, arra gondoltam, hogy biztos, hogy van kevésbé fogyatékos itt a vidéken. Az van, hogyha ez D&D lenne, az szégyen lenne, mert ott 10-es az átlag. Mit akarták kérdezni? Nem tudom, elmúlt. Az hogy lehet? Azt mondta, nem tudom, ez segít-e? Igen, de közben elmúlt. Szóval az volt, azt akartam kérdezni, hogy az hogy lehet, hogy nem ment el az összeg, amibe belekerült... ez az átállás dolog. Ez a vallásváltás, de közben elment, és rájöttem, hogy a presztízsem az, ami marha sok, nem pedig a piétám. That's it. Örülök, hogy meglett. Közben nem tudom, mennyire kapcsolódik ez a vallásváltáshoz, de felszedeztük az állóseregeket. Ha. Én még mindig jóban vagyok a pápával. Igen? Nem, nem horrolt meg rád, hogy kiszakítottad a legnagyobb... Nézd, 74-ben vagyunk, szóval igazából jók még vagyunk. Még ő is csatlakozna hozzád, legszívesebben. Az a helyzet, hogy gondolkoztam, hogy küldök neki egy e-mailt, hogy... Jaj, nem tanítatom az egyik fiamat. Súti, súti. Pánikszeren kattingatom le egyébként az eseményeket, mert... Mert velem játszol videójátékod? Jönnek elő a mellek minden irányból. Itt egyetem all over again. Ja, én ezt kihagytam, úgyhogy én erről nem tudok. Nem lehet megtéríteni a pápát. A katolikus az most szerintem csak Östray, de lehet, hogy evil. Ugye megnézem neked, kedves néző, nyájas néző. Hostile. Szóval nem is evil, csak hostile. Én próbáltam úgy összerakni, hogy ne utáljunk nagyon senkit. Abszolút nem azért, mert hát ha akkor engem is kevésbé utálnak. Na, most, hogy vallási okokból tennénk, ki lehet penderíteni Angliát innen? Igen, van egy Holy War hozzáférésünk. Wow. Konkrétan egy háborúval... Te Paragon of Virtue vagy, nem? Abszolút elképzelhető. Mert akkor te tudsz egy olyan hadat üzenni, hogy királyságért egyszer... Egyszer? Lehet nem egyszer. És akkor az egész királyságot behúzod egy háborúval, ami nem kereszt. Oké, de hogy közben azt a területet nem kapom meg érte, ami pont itt van nálunk. Hát akkor kattints át. De nem, vagy akkor Holy meg War nem... For, Holy War for Duchy. Az egészet nem tudod, az tény. De egész Angliát de, tudnám. Nem tudod. Nem tudod, bocs. Nem, mert azt ott nem tudom van. Sajnos. Igen, az ott háromban van. Jó, te neked lenne kedved elfoglalni Angliát? Vagy használjam ezt inkább másra, és a... más irányba menjünk. Vallás fülön balul tudod megcsinálni, hogy te legyél a katolikus vallás pápája. Vallás fülön. Create a head of faith title. De sajnos nincsen katolikus holy site-om with jó holderek. Jó holderekkel. Jézusom, nagyot megy ez a dolog. akkor lehet az lenne a prió, hogy a, legyen. A levágott péniszem lehetne egy... Na mindegy. Smooth. Szóval ugye az összes szent hely az átjött a kereszténységből, tehát ugyanazok a szent helyek, Vatikán, Santiago, Köln, Canterbury és Jeruzsálem,
És ezek közül külön egyébként a területünkön van. Igen, de nem lehetne valahogy megcsinálni azt, hogy háp-háp legyen? De, át kell téríteni. Ó, már megint. Na most, várjál, például ott, aki ott lakik, Duke Edmund, őt nem tudod megkérni? Kit? Duke Edmundot. Kölnben lakik. De Balázs, azt te látod, hogy hol van Kingdom of Hungary? Igen. Ez hogy alakult így a történelemben? Ja, hogy... És mindenhol? Nem, hát, hogy így, hogy ezek így, hogy, igen, ez így hogy esett szét? Ez akkor történt, amikor neked volt egyszerre, emlékszel, voltak ilyen szétszólt földjeid mindenfelé. Ó, ez akkor alakult valahogy úgy, hogy igen, ó, az... hát Magyarország partjait újra három tenger mossa. Mégse jött a turista, akkor sem, meg most se. Lehet, hogy több is. Mert drága a lángos. Mindenhol, srácok, mindenhol. Emlékeztek, amikor a horvát tengerparton dicsérte mindenki a Balaton helyett? Na most már ott is drága a lángos. Szia, Joey, köszi szépen a 78 hónapot. Képzeld el, mindenki mesztelen. Szóval, meg kéne keresni Kölnt. Csak neked a kölni gróf, vagy herceg, ő nem közvetlen vazalusod. Mert felette van a lotaringiai királynő, de a lotaringiai királynő ő vallást váltott, de a herceget nem kérte, hogy váltson bele. És kérdés, hogy te meg tudod-e kérni, de szerintem nem. Mert én meg tudom nézni, hogy meg tudod-e kérni. Itt van Normandia, itt van mondjuk Alencon, de meg tudod kérni, hogy váltson vallást. Mert ha ő váltana, akkor automatikusan a fővárosa flippel, és a fővárosa az Köln, ami pedig szent hely. Jó, hol van Köln amúgy? Hát így gyere felém, és akkor itt nekem a keleti... Merje, maradj ott! Ezt a részt keressük itt, ezt. Itt a keleti határodnál... Alsó Lorénnek hívják egyébként a hercegséget. Merje, keleti határ... itt van valahol. County of Köln. Igen, az kell nekünk. Ez a holding, ez konkrétan Köln. Igen, de nem őt keres. És de nem azt Duke... keressük, aki Kölnek a feje, Emund. Duke Emundot keressük. Aha. Kezdett ruhában van. Na hát ez a probléma. Jó, küldtem neki egy e-mailt, hogy dobja le a textilt iziben. Azt hiszem... Ja, sikerült. Na, várjál. Hát azért kicsit maradt rajta ruha, ez nem azért van, beteg vagy valami? Szerintem elvileg nem beteg, nem így, hogy beteg lenne. Azt írja, hogy... hogy sebesült, de nem írja, hogy... Viszont a vallás az katolikus. Jó, nekem ez elég. És akkor most kell megkérnem arra... Hát de nem állt vele át Köln maga. Valamiért azt nem állította át magával. Hát ez kár, de hát ha onnantól kezdve magának elintézi. Jó, intézd el, haver. Fia, ó, hogy gyerek? Azt mondják, hogy ő gyerek, 16 éves. Jézusom. Hát azért haver, ne ő legyen már Jézus, hanem nem tudom. Én, a fiam, valami ilyesmivel gondolkozzunk inkább. Csak most neves van le. Az mennyire flash lenne egyébként, áthúzom egész Európát, és aztán vallást váltok. Még egyszer? Hát, hogyha véletlenül tudod, vallást váltanék, és akkor áthúzom egész Európát a mesztelen vallásra, és vicces akkor... Lenne. Nagyon vicces lenne. Nevetnák. És én meg visszaöltöznék. It's just a prank, bro! It's just a prank! De tudod, addigra már mindenki itt van, és így mindenki mesztelen. Igen. Na, a következő kérdés, Mr. Tanácsadóm. Valami veled van. Ja, hogy meg kell látogatnod az ilyen elmaradt vidékeket is, mint amilyen én vagyok, akinek így literálisan nagyobb. Több pénze van, mint nekem. Ja. Na, szóval, van-e kedved lerohanni Angliát? Legyen-e London magyar város? Oké, nem magyar, de érted?
Ez egy izgalmas háború lenne. 43 000 embere van, plusz Münster, ami újabb 3000, plusz Románia, ami újabb 4500, plusz én. Mert te? Te miért? Szövetségesek vagyunk. Meg kell várni, hogy meghalok az a helyzet. Már azon tudunk segíteni. Csak hogy ne. Jó, oké, megegyezhetünk. Jó, akkor Horvátország maradéka. Elfelejtettem, jártál már az udvarodban, mióta vallást váltottál? Nem, kellett volna? Kukkancs be. Hopp, ott van egy halom ember ruhában. Mutogatják a fedett feneküket. Ez szerintem teljesen elfogadhatatlan. That's a peddling. Jó, mindenki mehet innen a vérbe, akin ruha van. Én erre gondoltam, srácok, hogy mindenki húzhat innen a vérbe, akin ruha van. És örüljetek, ameddig szépen mondom. Ó, Jézus Isten, beraktam egy akkora komódot a királyi trónterembe, hogy Jézus. Fú, azért elengedtem magam az évek alatt, így a fiamhoz képest így látszik, hogy én egy kicsit pocakosodom. Hát konkrétan obéz, megvan az obéz traitet, szóval. Oké, okay, akkor elmegyek futni. Várjál, tudok ilyet csinálni? Attól, mert veretek egy huntot, attól még nem lesz ez, ugye, jobb. Nem. Nem tudok grand weddinget csinálni, képzeld el. És nem tudom miért. Ezek közben összeházasodtak, vagy mi? Princess Oda, Marie Dotter. Ja, ezek nincsenek összeházasodva, akkor miért nem tudok tartani? Mi akadályoz meg? Bloody wedding, igen. Fucking hell. Can no longer attend as the spouse. De mi? Miért? Igen, látszik azért a pocak meg a karaktereden is. Hey. Lol. Jó, akkor nem tartunk. Hát ez fantasztikus. Nem tudok gyilkos esküvőt tartani. Szomorú. Van egy jó hírem, meg egy rossz. Azt mondtad, meg kell látogatnom a lemaradt területeket is. Megyek meglátogatni a lemaradt területeket. De az volt, az esemény volt, és akkor meglátogattál minket, és mindenki boldogabb volt. De most megyek, meglátogatlak titeket még egyszer. Ez egy ilyen surprise inspection, mert erre fogadjunk, hogy nem készültél. Az a kérdés csak, hogy ez mi a célja az utazásnak? Milyen túr ez? Adógyűjtők. Jaj, de jó. És elég sok pénzt elköltöttem rá, amit jó lenne. Akkor belepakoljuk a pénzt az építkezésbe. Kimenekítjük itt a... Kimenekítjük itt az adó ellenőrök elől a pénzt. Igen. Igazából ez veszteséges ez az ország. Még nem mondtam, de nagyon az. Folyamatosan csak bleedelődik ki itt a birodalom pénze, innen felesleges elvinni bármit, ugye? Itt nem nagyon van semmink, mi szegény körülmények között élünk, ruhánk se nem van. Jó, de hát a ruha az egy ilyen... Oh fuck, itt van. Oh fuck, itt van? No lord, he's coming. Egyébként van egy olyan lehetőség, hogy ugye welcome my emperor, welcome, vagy pedig let's pretend nobody is home. Az asztal alá, meg behúzok a függönyöket. Jó, gyere be! Kik hell. Mit adjak, jó uram? Let's get to it! De morcosan nézel! Jézusom, de morcosan nézel! I'm not happy! Így nézel mindig, vagy azért örülsz ennyire, hogy az uralkodódat látod? Itt szabad mondani, hogy mesztelen a király? Yes! Hú!
Most elvileg felvettem egy kupa sört. Ja, nálad is felvettem egy kupa sört. Igen, igen. Most már egyértelműen sört iszol, és nagyon grumpy vagy. Ez esemény már egyszer kijött. Miért jön ki még egyszer? Not cool. Not cool? Viktor, én azért indítanék egy kruszélet a helyedben Anglia ellen, mert ruhát viselnek. Ja, de Balázs a szövetségesük, és sajnos nagyon sok sereget hoz ő. Nem tudnám náluk belépni, viszont szerintem téged se tudnának segíteni. Azt hiszem. Tehát az biztos, hogy nem tudnék ellened háborúzni. Tehát angolokat nem tudnám segíteni, de szerintem téged sem. Az van, hogy sokkal jobban szeretnek az emberek, amióta nincs rajtunk ruha. Ez feltűnt? Nem. Azt tűnt fel, hogy van egy Independence Faction rendet 106%-os erővel, amit én vezetek, de már csak hárman vagyunk benne, szóval igazából... Én, szóval, hogy 106%-os, de hogy tudod, hogy honnan indult. De várjál, hogyha én ezt kilépek, akkor ez visszamegy 50%-ra. És feloszlik? Bajszakörz! Hát nem, 50%-on marad, ez semmi nem elég. Jó, én elkezdtem szvéjelni az egyiket, hogy egy kicsit lejjebb vigyük. Mert hogy egyébként a két ember, aki benne van, az is... küldök nekik egy kis pénzt, és kilépnek. Tessék. Na, 89 és 100. Mérem az időt, srácok, tipli van. Te még mindig itt vagy? Nem kéne lekattintani valamit az eseménynél, mert már mennek. Nem tudom, le kéne kattintanom valamit az eseménynél. Amúgy konkrétan csak hozzám jöttél el, ez igen, a túr. Igen. Mindenki más nagyon messze volt. 900 forint. Oh, holy hell. Itt van, csak menj innen. Itt van, csak menj innen. És ha az angol király repülője véletlen lezuhan. Az így működik ebben a korban. Megjöttem és mit látok? Az van, hogy bepánikoltam és vallást váltottam. Ez történt. És meglátogattam Balázst. Abszolút nem adószedési céllal, de ha már ott voltam, akkor hoztam egy kis pénzt. A Vatikán ellen hülye ötlet Holy War-t, ugye? Ja, ez hülye ötlet. Hát, érdekes ötlet, az biztos. Nem ők vannak mindig nagyon sokan? De szerintem tudod, sokabban vagy. Én meg közben kimaxoltam a diplomáciai fát. Nem tudom, hogy valamit gyorsítottak ezen, de korábban ilyen 1000 óra alatt kb. Egyszer sem fordult elő, vagy csak ilyen egyszer-kétszer, hogy sikerült kimaxolni minden perket egy fából, ami nem a learninges. És most már sokadjára sikerül, vagy hát másod-harmadjára sikerül, mióta kijött ez a patch. Elég gyanús. Megyek egyetemre még egyszer. Más a diploma? Angliában, mert ott biztos, hogy fantasztikusan veszik el. Ó, nem megyek! Miért nem mész? Hát, mert nem lehet rákattintani a gombra, de a másik gombra rá lehetett kattintani. Mégsem megyek egyetemre. Pedig már pökön megörültem. Na, mi van ezzel az egyetemmel? Ó, oh, hogy attól még rá lehet... Ó, oh, 11 évig nem mehetek egyetemre. Ah, oké, okay, cool. Meg könnyű elfoglalni, mert van egy megye. Igen, de a kérdés az, hogy mi az igazából a célunk a dologgal? Hova az Istenbe megyünk erre az esküvőre? Ó, oh, megvan. Jó, hát ide nem kell semmi, mehetünk. Non-stop utazok egyébként, és csak minimálisan adóért. Én...
Én már nem akarok elmenni egyetemre, hát basszus, 57 vagyok, már hova tanuljak? Már fél ebből a sírban. Jó, hát nem lehet így hozzáállni a dologhoz. Na, ezek meg összefornikáltak. Hát nem lehet így hozzáállni a dologhoz, hát ennél izé... Ennél azért előre, mi van, ha még élsz érted 20 évet? Lehetne még addig egy új diplomád. Ráadásul most hiába szereznék, lennék mondjuk 4-es szintű karizmatikus tárgyaló, már konkrétan nem használom semmire, vagy nagyon sok, mert nem használom azt a részét, ahol perkeket gyűjtögetünk XP-ből, szóval ez teljesen fölösleges. De el akarom foglalni a Vatikánt. Az van, hogy szeretnék egy kicsit háborúzni. Litvánia... Szerintem az a sztori, hogy az angolok messze nem engedtek be az egyetemükre, ezért te elfoglalod őket. Oké, ezt nekem adja. Aragónia. De én Nyugat-Európa irányába néznék. Vagy az irányába, a terület irányába, ami még nem Európa. Az meg egy nyomajás hegy, egy halom sivataggal. Mesztelen pápa nem hangzik rosszul, hát attól, hogy még nem lesz mesztelen. Hát ez fantasztikus. Egy szám fiam rákos lett. Ez pont az, amit szerettem volna hallani. Wow, ez nagyon szomorú részvétel. 29 évesen, Jézusom. Amúgy meg pont arra gondoltam, hogy milyen menő lenne. Nálunk egyenlőek a nemek? Egyenlőek a nemek, igen. Akkor én átállok filmje preferencre. How about that? Jó. És mostantól a nőket... És nem azért, mert mesztelennek a nők. És nem azért, részt. Mert a fiad rákos. És nem azért, őket preferáljuk, de egyébként azért, mert van egy géniusz lányom. Oké, cool. Csak a kisebbik lány, úgyhogy még lehet, hogy azt is kéne mókolni, hogy itt még kell. Itt ezen még dolgozni kell akkor ezek szerint. Na, pápa uram, azon gondolkoztam, hogy mi kéne ahhoz, hogy ön ledobja a textilt. Csak egy kicsit. Közben egyébként mindenféle arcokkal haláljóba vagyok. Te ki a vér vagy? Tessék pénz. Nem tudom, ki vagy, de kapsz egy kis pénzt. Anglián kívül nem látok semmi worthy háborút. Van kedved elmenni vadászni? Sure. Azért jó egyébként ez most, hogy egy dolgot jól csináltál ebben a vallásváltásban. Micsoda? Mindent jól csináltam, ez egy zseniális vallás. Mindenki örül, abszolút királyság van. Az egy dolog az pedig az, hogy ugye a court chaplaint mi választjuk, és ez lehet világi ember, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve nem csak 4 ember lehet a befolyásos vazalus közül a tanácsban, hanem a court chaplain az udvari káplán pozícióra is berakhatunk egy befolyásos vazallust. Ó, oh, király, az menő! Szóval a továbbiakban is szeretném fenntartani, hogy mindent én csináltam. Mert mindent jól csináltam, bocs. Szóval mindent jól csináltam. Már százalékosan över vagyok, hogy mindent te csináltál. Oké, okay, lehet, hogy nálad okozott némi fennakadást. Az, hogy meggyőzd az embereidet, de érted, ez a dolgod. Annyira nem. Viszonylag csillag a dolga. De fiatalnak tűnik a... annyira nem fiatal, csak nagyon jól tartja magán. Végül van... Van cucc? Rendeztél cuccot? Vadászat? Nem, mert teljesküvőn vagyok, nem érek rám. Royal Armory. Declare War! Jaj, nem tudsz War declare-elni, mert you are in an activity. De hát haver, hát ne szórakozzál, mert ez egy esküvő, amellé befér még egy háború. Nekem igazából egy tech hiányzik, és kész vagyok a technológiával, így 150 évvel a játék vége előtt. Oh, wow, az mondjuk elég durva. Én nem is tudom, hogy mi van a technológiával. Cseh vagy? Hát az van, hogy...
Te már kész vagy. Há. Fucking hell, te már kész vagy. Eléggé kész vagyok, ha ez segít. Valaki, tudósoknak lesznek problémáik ma éjszaka, úgy érzem. Nem tetszik ez, hogy lemaradtunk ennyire durván. Ja, és ezt így egy éjszaka alatt akarod bepótoltatni velük? Nem, inkább csak... Már ezt bepótolni nem lehet, csak felelősöket lehet keresni. Ó, és az lesz ma este. Yep. Ja, a felelősök keresése az mindig fontos dolog. Na most fog megfulladni. Hogy mit fogsz csinálni? Szóval mondtam múltkor, hogy utaztam a hajón, és így majdnem beleszédültem a vízbe, mert úgy ellazított a tenger. Aha. És most előjött ez, hogy ahol nem is halnék meg, de beleesek a vízbe, és 80% az esély, hogy incapable leszek. Viszont, mivel milyen tengerjáró népek vagyunk, ezért meg tudom úszni annyival, hogy kapok stresszt. Oké, ez jó. És meg akarod úszni annyival, hogy kaptál stresszt meg? Yep. Mert most dönthettél volna úgy, hogy jó, akkor meghalok? Hogyha nem vagyok ilyen tengerjáró nép, mint mondjuk ti ott a hegyekben, Európa közepén, 500 kilométerre legközelebb by the way, hogy ti az mi vagyunk. Szóval, hogy így, you know the drill. Nem, mert ti mint csehek. Ahogy így érted, nem mint mi, mint első galaktikus birodalom, ahogy gondolkoznod illene. én holland vagyok, és megvettem hozzáadtam a kultúránkhoz, ez a Seafarers-t, és ezért állókolódott az a lehetőség, hogy ne fulladjak meg nagyon. Azon gondolkozom, hogy küldhetek-e neked egy fenyegető üzenetet, nem tudom, hogy... Megint mire fel? Nem volt hát elég, arra fel, haver, hogy itt így mindenféle... el kéne küldenem egy közvetlen, nem tudom, a jobb kezemet. A jobb kezedet küld el. Szia, Tomi! Integetünk vele. Nézd, mindenki Western Európában, ez egy sokkal jobb hely lett. Hány éves a császár? Egyébként egész fiatal, 43. 43 éves, és már így, értitek? Már levetkőztette egész Európát. Az ultimogenitúra az ellentét a primogenitúrának. Ugye, nyilvánvalóan mindenki hallja a szóból, de Viktor kedvéért. Köszönöm. Ugye a primogenitúra azt jelenti, hogy a primo első, az első örökös örököl, az első szülött. Az ultimo az pedig utolsó, de az utolsó szülött örököl. Jézusom, ebből micsoda balhék lehetnek. Hát én most kicsit felrúgtam a szaros bödönt, mert nem csak, hogy elsősorban nők örökölnek nálunk, és utána kerülnek sorra a férfiak, de ráadásul legfiatalabb örököl. És ez azért mókás, mert ez nagyon jól hangzik, mert akkor ugye mindig fiatal lehet az örökösöd. Igaz? Igen. Ez akkor nem lesz mókás, amikor egyszer csak azt mondja a játék, hogy ja, lehet, hogy te már fél lábbal a sírban vagy, de itt van egy újszülött, have fun! És akkor így meghalsz, és nulla éves az örökösöd, mert beszületett még oda egy valaki. De hogyha nagyon idős vagy, akkor nem tudsz születni gyereked, nem? Vagy ha férfi vagy, akkor így. Jó, de te nő vagy, és nálad már a nők a menők. A nők a menők. Akkor meggyilkolnak, vagy ráesik a fejedre valami. You know, you get the gist of it. Én most mennyi akkor... bevétele Balázsnak, mennyivel keres többet? 248 én farang most nem, én most nem keresek is... sokat, a vallásváltás óta beálltak a földbe a dolgok, úgyhogy 192. Sokkal. Láttad ezt a Venátort? Láttam. Fucking hell. A Venator Class UCS-re gondolsz? Yes. Jeleztem azt, hogy pajtásnak, hogy kell. És mondta, hogy de hova rakod? És mondta, hogy hát nem tudom, és mondta, hogy de ugyanezt beszéltük már az utolsónál is.
És látod, azt is elraktuk végül valahova. Micsoda, micsoda mesteri meggyőzés. Az a helyzet, Gemini, hogy... nagyon-nagyon szépen köszönöm a 67 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. És hello, mi a helyzet, hogy vagy? Egyik kedvencem, a Venátor típusú csillagrombolók. Az a helyzet, hogy nekem nagyon nagy kedvencem, és nagyon szeretnék tisztelegni a Clone Wars éra irányába is ezzel. Tehát én nagyon szeretem a Clone Wars érát, így egy az egyben. Úgyhogy... viszont pénzem nincs rá, szóval az a terv, hát, hogy donation, se donation goal. Ó, nekem az a terv, hogy nem veszem meg. Ja. Én nagyon gondolkozom rajta, de közben csinálhatnék hasznosabb dolgokra is, tehát egy gépfrissítésre is csinálhatnék donation goalt, érted? Azt tudjuk, hogy mennyi lesz? Hát $650, vagy valami ilyesmi, tehát hogy adó nélkül 230. Szóval 300. Adó, hát ez 280, vagy valami ilyesmi minimum. A Venator fontosabb. Na, szóval, hogy mi lenne? Szóval, hogy érted, hogy csinálhatnék valami értelmesebb donation goalt is. Úgyhogy még gondolkozom. Donate goal Balázsnak itt egy Venatorra. Tomi, nincs neked valami dolgod? Nem kell neked valahova menned? De akkor donate-éltek mellé egy ilyen, nem tudom, egy 80 négyzetméteres kis lukra is, hogy legyen hova rakni a Venatoromat. Mert itt ez a szűk keresztmetszet ezen a ponton már. Tényleg, pont most szedtél szét egy halomkészletet, hogy... Most szedtem szét egy halomkészletet, hogy legyen hely. És... Két Venator, és egyik Balázsé. Egy okay. Venator, oh, és havonta cseréli, hogy kinél van. Két Venator, és összegyűlünk egy stúdióban, kibérünk egy stúdiót, és élő streamben összerakjuk. A kettőt. De úgy, hogy a kettőt, és mind a ketten építünk egyet. Igen, pontosan. Jézusom. Na, szóval nagyon jól néz ki ráadásul. Úristen, nagyon jól néz ki. És hogy amúgy is szerintem az a hajó, amúgy is nagyon jól néz ki. Az nagyon jól néz ki. Pedig én nem vagyok óriási rajongója. Akkora rajongója nem vagyok, mint te a Clone Wars-nak, de azt én nagyon szeretem a Clone Wars-t, és azt a hajót is nagyon szeretem. Na, hogy áll a birodalmad? Azt mondjad már. Az vagy nem engedsz háborúzni azzal, akivel akarok, szóval... Wait a minute, van egy... Háborúzhatsz, csak akkor nem tudok segíteni neked. Ennyi. Ez, ha igen, ez együtt tudsz élni, akkor let's go. Ezt mondom én is. Azt észrevetted, hogy ha jól látom, Angliában van egy kis területünk már? Igen, 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 igen. Na, oda fogjuk bevinni a seregeket. Észrevétlenül. Megnézem. I want it. Ja. 24 órás stream. Hát mennyi volt az a másik csillagromboló? Hát, 24 óra. Mennyi volt? 20? Nem, azt hiszem, a csillagromboló 16 óra volt, mert a csillagromboló az szuper egyszerű volt, tudod, a formája. Tehát, hogy attól függetlenül nagy, meg mit. Én egy kicsit bízom, hogy... De most nem tudom. Azt akartam, hogy kicsit bízom, hogy hát, ha a Lego gondol rám, de nem vagyok benne biztos. Az van, hogy én nem adnék magamnak a jelenlegi elérésem a Lego helyében. De ha ők adnának, akkor az tök király lenne. Annak nagyon örülnék. Én is. Én, hogyha engem megkérdeznek, akkor én azt mondom, hogy adjanak neked. Jó. Mindenképpen majd. Szóval, hogy szerint nem a Superstar Destroyerre gondolok, Tomi, mert az szerintem az 12 óra volt. A másik Star Destroyerre gondolok, minek nem tudom a nevét, de kéne tudnom. Na mindegy, az volt szerintem 16 óra. És a Millennium Falcon volt 24, de a Millennium Falcon az nagyon bonyolult volt. Tehát ugye a Millennium Falcon nagyon bonyolult. Ugye miatt sok pici cucc miatt, meg nem szimmetrikus, meg úgy tudom én. Pont most vettem le a Apollo 14-et, vagy Saturn 5-öt, attól függ, hogy nézzük. Uh-huh. És itt van mögöttem aktuálisan. És azt néztem, hogy mennyire nagyon furán sárgult. Tehát van hogy két elem van egymás, mert az egyik ilyen szuper sárga lett, a másik meg szinte fehér maradt. De fura.
Valakivel harcolok, és nem tudom miért. Mindegy, üsd le a fejét. Hát ezen dolgozom. Itt van, ez az űrhajó. Hey. Az nekem is itt van a polcon. Űrhajó buddy-k vagyunk. Egyébként ez egy rakéta. Rakéta! Jó, tudod, nem tudom, hogy kivel harcoltam, de legyőztem. Azért nem tudod, mert nem olvasod el, mit ír a játék. Na, Szutnok, az tudsz hasznos is lenni? Miért harcoltunk? Nyilván teljesen fölösleges kimondani a teljesen egyértelmű dolgokat. Mennyi is lenne az a gól? 80 négyzetméteres lakás Balázsnak, és két legó. Figyelj, nem vagyok nagy igényű, jó lesz itt Debrecenben a lakás, it's fine. Sőt, még egy berettyúj falut is be... Hát azt mondjuk nem, az túlzás. Legyen Józsa. Jó lesz Józsa. Figyelj, 80 négyzetméter Józsán. Hol ilyen... van az akkumulátorgyár? Az a másik irány szerencsére, az Mikepécs. Okay. Szóval mi északnak megyünk, az délnek van. Ilyen 80 millió, szerintem megvan, de minimum 70. Amellett már csak apró pénz a Venátor. Igen, az ott egy kerekítési hiba. Tehát az ott már egy rossz, az ott már egy utalási költség. Konkrétan sokszoros az adó, amit fizetsz a lakásvásárlás után, because it's a normal thing to do. Nyilván. Jézusom, holy shit. Nyilván. Írd fel a listára, amit fizetsz. Ja, megint jött valami. Néha így jön a... Ó, ez nincsen kijelzősítve? Ezért születnek ilyen porontjai? Ez gond? Szóval nincsen néha jön... Igen. Nincsen kijelzősítve a lányom. És ezért születnek porontjai? Balkézről születnek, ami gond. Oh. Szóval... néha jön e-mail, hogy érkezett... Nem fenyves, még nem döntöttem el, ne haragudj, de szóval, hogy erre még nem válthatod ki. Mi ez? Tudod, ilyen tárhelyre? Igen, ja. És mindig csak azt hiszem, oké, most mennyit kell fizetnem ezúttal? Ja, nekem is jött, még nem volt időm megnézni, majd megnézem, hogy mennyire sok-sok pénzt kell valószínűleg majd. És megnéztem, hogy megnyitottam, és volt négy különböző végösszeg. Ja, ezt annyira utálom, hogy nem tudják megírni normálisan ezt a nyavajás e-mailt. Mert hogy az összes ilyennél, az összes adónál, egyszerűen kéne, felírhatja felem a táblázatot, tehát nekem ez oké. És a végére írjon egy ilyet, hogy én is ez azt jelenti, hogy a tartozás, érted, vagy ennyire tartsa. A kedvencem egyébként, hogyha lekérette az adótartozásaidat a különböző adónemekben, akkor először is azt a látszatot kelti a felület, hogy ki kell választanod, hogy mikből kéred le, hogyha nem választod ki, akkor küldi az adatokat, szóval nem kell tudnod, hogy milyen adónemek. És van valami a minusszal és a plusszal. Remek. Ami pont logikátlan, tehát hogy ha pluszt írnak elé, akkor tartozol, azt hiszem, ha minuszt írnak elé, akkor nem tartozol, vagy valami ilyesmi. És így állok, hogy aki ezt kitalálta, haver, pedig egyébként az adófizetési kedv legkönnyebb módja egyébként az, hogy nem adóztatsz túl embereket, de mindegy, ez egy másik kérdés, nyilván az is jó dolog, de a másik az, hogy érthető, könnyű és átlátható a rendszer. Mert hogy egyszerűen akkor könnyebben fizetsz, érted? Tehát, hogyha így nemes egyszerűséggel csak érted a dolgokat. Ne, az adószámlán van kötelezettség és pénzforgalmi osztop. Mindegy, szóval, hogy így vannak itt így ilyen izgi dolgok. Mi lett a lengyerekkel? Hát van. Itt ugye a részeink. Nincsen ruhájuk. Mi lenne a lengyelekkel? Kedvelnek, mintha nem kedveltek volna eddig soha senkit. Szóval az, hogy valahogy bágos lett ez a Grand Wedding. Mert? Unvára kezdelegem lenni. Ugye az előbb nem sikerült, és most megpróbáltam kiházasítani az egyik lányomat, és... hogy sikerült?
oké, sikerült, de itt van, hogy Betrothed can marry in Grand Wedding, és igazából nem tudom megcsinálni. Azt írja, hogy you need to have promised the Grand Wedding to organize one. De akkor miért írod ki, hogy tudok organizálni, ha nem tudok? Ráadásul ilyen szuper fontos helyre írja, mint hogyha így ez is számítana. Anyway. Fine, didn't need it. Nem tudom, most nem voltak ezek a dolgok szürkék? Abban az esetben, ha nem tudtad őket csinálni? Igen, de érted, kijön egy értesítés felül, négyszögletű értesítés, tehát a legfontosabb, hogy házasodhatnak az jegyesek. Rákattintasz, és azt írja, hogy lol, no. Mert ott viszont szürke a gomb. Ja, ez biztos, hogy bug. Ez biztos, hogy bug. Miért tűntél el a honorari guestek közül? Ó, nem tűntél el, csak elmentél máshova. Nagyon sokszor szoktam azt mondani valamiről, hogy bug, miközben kiderül egy feature, de szerintem ez most bug. Én általában inkább nem is mondom azt semmire, hogy bug. Mert sokkal egyszerűbb. De itt átláthatod itt már. Meg, és ráadásul te vagy a kiemelt vendég. De megint a világ végére kell menni. Istenem. Jó, let's go. 7 aranyba kell oda elmenni. A pénzforgalmi oszlop az, amit te fizetsz be. Ott a plusz jel az az, ha te befizetsz. Ott a mínusz az átvezetést jelenti. A másik oldalon a kötelezettségnél a plusz, ha neked előírnak fizetni valót, és a mínusz, ha az törlik. Ja igen, tehát hogy... Tehát így, oké, it's fine. Logikus. Thank you. Ebben dolgozom, de igen, az funny néha még nekem is. Az egész nagyon fura. De nem ígért iszonyatnak langzit lehet azért? De hát, ha nem ígértem, akkor miért mondja ki, hogy megcsinálhatom azt, amit nem ígértem? De miért nem ígértél? Mert nem akartam. De most miért akarsz? Ah, mert azt mondja, hogy csinálhatod, azért akarsz. Nem akarok, azt akarom, hogy eltűnjön innen. Oké, lekattintottam, visszajött. Ó, mert téged zavarnak az ilyenek. Figyelek a felső gombokra, igen. Jaj, csillelj, nincs azokkal semmi baj, nem kérnek enni. Jössz a kajálásra, megint a genoai kastélyomba lesz egyébként. Láttam már, kifakadtam miatta. Nem tudsz ideépíteni a közelbe egy kastélyt, egy nyaralót? Az a helyzet, hogy ezekbe is nagyon sok melót raktam, hogy elfoglaljam őket, és elfelejtsék az emberek, hogy csak úgy elfoglaltam 3 tengerparti területet, szóval a válaszom egy határozott nem. Most érkezek. Hello! Let's get this party started! Ah, mennyi mesztelen ember. Nem is tudom, mire számítottam. Nem, egyiket én sem tudom. 61 éves vagyok. Nézd már, mindenki vesztelen! Meglepő-e? My eyes! Mi van, greedy boy? Nálunk, that's how we roll! Tessék eltököm. Úgy látom, hogy a kacsaház... Igen. Az kevésbé ismert, mint a von Flanderen ház. Ez azért meglepő lenne. Hát már pedig azt írja a játék, én meg nem vitatkozom. Hát de lehet, hogy el kéne kezdeni, mert például az előbb vitatkoztál, szóval csak hozzád a lelkesedést erre a témára. Hogy a vérbe lennél te ismertebb, mint az, aki érted itt az uralkodó. Lehet nem ismertebb, csak elismertebb. Ebben van igazság. Hogy a vérbe lennél elismertebb? Mint az uralkodó! Kevesebb botrányom volt, mint az uralkodónak. De nekem nem volt egy darab botrányom sem! No, volt botrányod, hát néha így... emberek idegesek voltak alapvetően veled kapcsolatban. Hát de ez az ő botrányuk, nem az én botrányom! Meg volt a buli. Megyek haza, csá!
Ez biztosan egy gruppen, nem hiszem, hogy ez egy egyszerű feast lenne. Ez itt egy egyszerű feast. Itt Európában már így mennek a dolgok. That's how we roll. Üdvözletem, kedves Viktor úrunk. Ön nem zavarja a területén lévő Anglia? De nagyon. De, to be fair, Anglia területén is vagyunk mink, úgyhogy... Ja, kicsit kölcsönös. De ettől függetlenül ne to be fair-ezzél itt nekem, mert te vagy a csicskájuk, aki miatt nem rohantunk még nekik arccal. Megint csak szeretném aláhúzni a jövőből történészekkel. Igen? Hogy neki támadhat, csak akkor egyedül kell boldogulnia. Yes! Ugyanezt mondom. Nekem már rég véget ért a feast, hogy mindig ott vagy benne. Másnapos vagy. Nem, mit? Megyek már haza. Jó van, jó, mindjárt hazaérek. Rohanj nekik, legfeljebb kikapsz. Nem! Az csak pénz egyébként. Mi, ha kikapsz? Mhm. Mennyi? Hát, változó. De ez tök jó, mert... De igazából csak annyit kéne megvárnunk, hogy te meghalj, és átvegy a unokád. Lányod. Érted? A lányom. Az van, hogy... De az lenne még paradox... egy óránk. Egy óra alatt ezt be lehetne fejezni. Hát hajrá. Az összes paradox játék közül ez támogatja leginkább az ilyen támadó... dolgokat, mert itt van az, hogy mindenhol máshol veszíthetsz területet, meg csak jó mindent, ha támadsz és vesztesz. Itt meg csak pénzt. Kb. Mennyi katonája van? 75 ezer, nekünk meg 73. De nincsen pénze. Hogy van a fiam? Hát, meghalt mindjárt. Aj, de ráadásul csak egyszer csinálhatom ezt a támadás stílust. Ebben nem vagyok biztos egyébként. Hát, de azt írja a videójáték. Ó, oh, oké. Okay. Akkor biztos vagyok benne. Igen, a Force Vassalage-et lehet talán többször akkor beadni, ezek szerint. Mert valamit be lehet adni többször. És Allies-ban mennyi a Balázs? Tényleg abban benne van az Allies-ban, benne vagy te is. Ő neki 45 ezer katonája van magától, és beleszámítja vajon Balázsnak a 26 ezrét? Nem számítja. Mert ha megnézed a lebontását, akkor azt írja, hogy 36 ezer levi, meg egy jó pár man-at-arms, és az alatta van külön az Allies Military Strength, ami még plusz 24. Nem az a 44 ezer beleszámítja, hanem amikor háborút indítanék ellene egy pillanat, akkor ugye ő 75 ezer embert ír. Én lesz, hogy ki tudom vele iratni, hogy... Ott beleszámítja. Ó! Oh. Tehát igazából csak 44 plusz 5 plusz 5, tehát 54 kb. Ó, oh, wow. Hamar megjött a kedvet hozzá. Nem kell kétszer mondani. Oké, okay, azt lehet, hogy elfelejtettem, hogy a lag egyedül háború közben zavaró. Oké. Ó, a saját területünkön kellett volna összehívni a sereget náluk. Na, az lett volna vad! Megnézem, hogy tudok-e segíteni, szerintem nem. Hova mennek a hajókkal? Emperor Rudeus is not defending my faith in this holy war. Ezért nem tudok csatlakozni? De amúgy, várjál, de amúgy tudok segíteni. Átjöttek valamiért a teljes seregükkel. Úgy tudok segíteni, hogy csatába be tudok csatlakozni, mert nem vagyok benne, de hostile-ök hozzám képest. Nem ezek, akik itt vannak, hanem a távolabbiak. Tehát jó, azok, akik... ha most neki megyek ezeknek szemből, azt szerinted így rendben lett? Ők miért szarják szét a seregeiket egyébként? Valaki a komment szekcióban írta, hogy nekem is kéne csinálnom. Miért? Az ellátmány miatt. De az oké, de az csak töltésnél kell, nem?
fölösleges, hogy, mert hogy van valamennyi 5%-os lemorzsolódás ostrom alatt is. Ha 8000 ember állsz az ostrom alatt, akkor ugye az 400 ember hal meg minden hónapban. Hogyha 40 000, akkor 2000. Ennyi. Oké, egyelőre nekem áll a zászló. Nem tudom, be tudok-e segíteni, minden esetre felvonultam én is. Ez szép tőled, mindjárt szájba verik őken. Jó, átugrunk hozzájuk, ez a háború ne nálunk legyen vívva. Egyenesen menj rá Londonra, vagy ott a közelben, mert a tengerpart. Nem hajózunk fel, nem, mi nem tudunk felhajózni. Hát akkor szálljatok partra Chelmsfordnál vagy Colchesternél. Colchester felé megyünk. Van ellenem egy erős frakció. Na. Szükség van a szolgálataimra? Úgy néz ki. Az első galaktikus birodalom élére akarnak mást állítani, mint engem. Ja, látom. Hát ezek viccek. Na, lett egy fancy olajágam. Mondjuk most én is csúnyán mínuszos vagyok így, hogy összerántottam a sereget. Kristóf, köszi szépen a 60 hónapot, nagyon-nagyon király vagy. Mi a helyzet? Hogy ment az edzés? Otthon kellett volna hagynom valamennyi sereget, ugye? Vagy az a jobb megoldás, hogyha nagyon gyorsan próbálok pusholni? Szerintem pusholhatsz. Ó, vége a szövetségemnek. Ennyi volt. Nagyon somehow. Jó. Azért, mert meghalt a fiam? És akkor most fel tudom ajánlani, hogy segítsek neked? Nem. Cool. És én be tudlak hívni? Szerintem nem, de megnézheted. Hát ha. 10 title tudok megint create-elni, Jézusom. Szerintem nem. Ostrom tábornokot viszont állítólag kinevezhetek, de ez az ostrom, ez már véget is ért, szóval we good. Ők nem akarnak hazajönni? Nem. Okay. Alapvetően örülnek annak, hogy szétcsesztetik az én földjeimet. Nagyon sajnálom. It's fine. Oké, nem tudom miért voltam az előbb mínusz 30-ban, de most a plusz 25-ben vagyok, szóval akármi is volt, elmúlt. Hajózás lehet az volt, mert hajózáskor ugye duplán számolódik a fenntartása az egységeknek. Oké. Mert ez alapvetően nem nagyon segít nekünk semmit. Oké, szerintem még egy ostromot bevállalok és utána próbálom tölteni a csapatoknak a... Balázs szenvedi a következményeket megint. That's how we roll. A story all this time. Ja. Ne. Nem én teltek róla. Na várjál, azt írja, hogy nem tudom elfoglalni Londont. Az létezik? El tudod foglalni, csak szuper lassan fog haladni. És annyira nem is szuper lassan, meg 9 hónap. Csak azt mondja, hogy nagyon-nagyon magas a fort levelje, de hát 31-es, oda viheted a világ összes seregét, az akkor is magasnak fogja írni.
Ah, oké, tehát akkor így ez ennyi, hogy, hogy egyszerűen csak magas. Okay. Figyelmezhet, hogy ez most hosszú lesz haver. Hosszú lesz haver? Hát így kommunikál a játék alapvetően. Építek addig egy malmot. Jó. A malmok mindig jól jönnek. Annyira hosszú, hogy supply nem lesz. Majd meghalnak páran, de ezt az áldozatot nem willing to take. Figyelj, mert a játék elején vannak, simán vannak 9 hónapos ostromok. Persze nem lesz supply, de majd lesz. Így is háromszoros túlerőben van. It's fine. It's fine, I say. Hát meg most itt van egy pár területünk, úgyhogy azért arra megpróbáltok szétosztani nem ennyi embert. Tehát, hogy azért ennyi embert szerintem nem tudok itt szétosztani, de megpróbáltam egy kicsit szétosztani. Születnek még gyerekek! Van időnk! Azt picit sajnálom, de alapvetően értem, de picit sajnálom, hogy ebben a játékban nincsen pop rendszer. Az micsoda? Hát, hogy nem követi le, hogy az adott területeken mennyien élnek, kik élnek, mert a Victoriában például van. Victoriában mondjuk rákattintasz, tudom én, Dunántúli régióra, és ott kiírja, hogy mit tudom én, él 57.312 ember, és ebből 3.218 boltos, 2.932 kapitalista, földbirtokos, vagy kapitalista gyárbirtokos, 17.630, és akkor tehát így rendesen fejenként számolja a popokat. És hogyha háborúzol, akkor elkezdi ezeket felhasználni, ezeket a popokat, és konkrétan ki tudnak ürülni a területek háború miatt. Elég komoly rendszer. Ha növeltem most az ágyuk számát, azokat hogy tudom felsorakoztatni, érted? Rendesen csak növelted, vagy új zászlóját vettél fel? Csak növeltem a zászlóját, fejlesztettem. Akkor amikor tölti majd vissza. Akkor oda tölt vissza. Igen, az lesz az új max szám. Sziasztán! Jó, hát ezt benyomtuk. Ó, meghalt valaki a szövetségből, aki az egyikből. That's a shame. Oké, okay, hát az a helyzet, hogy ebből nem fogok tudni szerintem még így sem. Ó, de lehet, hogy így már igen. Most viszont elég szépen halnak az embereid. Igen, próbálok menni vissza. Az én területeimen azokon, azok, tehát amiket én elfoglaltam, azokon jól emlékszem, hogy ott így, érted? Ott így szedik vissza a szuplájokat, ugye? Igen. Oké. Okay. Akkor egy része megvan. Oké, okay, azt hiszem pont sikerült annyi területet elfoglalnunk, hogy... És ott a mesztelen tábornok, hatalmas! Milyen hatalmas? Képzeld, Eszter, mesztelen egész Európa! Templomon állók nem töltenek, de pedig nekik is tölteniük kéne. Szerintem ők is töltenek. Ó, várjál, nem ők állnak a templomon. Az baj, akkor ők nem tudnak tölteni. Az északiak, még ott van egy Kempsford, ott nem áll senki. De az kicsi. De hogyha kettő szedett. Oké, le tudom szedni, és akkor legalább a fele tölt, és csak a másik fele hal meg. Ha. Nagyon lassan haladnak az ostrom. Ja, pff, lol. Az az ostrom, amit most csinálnak, az 2 évig tart. Jó, akkor én beköltözök addig Londonba, mert ott annyira sokan vannak, hogy ott igazából bepakoltok mindenkit, és tölteni fog. Oké, okay, ez nem igaz. Mindenkire nem igaz.
Esetleg addig ugye ki tudnál pattintani pár, egy kis ostrom különítményt, akik addig, amíg a többiek töltenek. Uh-huh. Akkor gondolom, az meg kell találnom először is az ágyúkat. Az ez. Aha. Jó, és akkor itt, ahogy így nem tudom, 670 ember védi. Jó, hát akkor innen visszük ezeket, meg visszünk mondjuk két adag leventét, és ezek bárkinél többen lesznek. Itt áll egy ember, totál pucér, egy darab sisak van rajta. I'm good! London 32 000 embert képes ellátni egyébként, csak mondom. Igen, mert sok a meki. És egyébként valóban. Ezek csinálnak valamit ott nálunk, vagy így veled, nem tudom, téged bántalmaznak? Hát, téged akarnak bántani, de rajtam keresztül csinálják, mert nyilván. Vel, azzal kapcsolatban van egy rossz hírem. Úgy vannak vele, hogy ebbe vagy tanulsz, de meg így állsz, hogy nem igazán. Üss egy nyugodtan, nem is ismerem ezt az embert. Nem ismerem azt az embert. Viktor karaktere a Burger King. Hé, hey, annyira nem kövér! Van benne valami. Van egy Dangerous Faction megint. Melyik? Jó, not that dangerous. Anyway. Hogy már Dangerous Faction? Ez 3%-nyi paraszt, konkrétan fel fog lázadni 500 ember. Azért írja ki Dangerousnek, mert Peasant Rebel egyébként is az mindig Dangerousnek veszi. Akár mekkora. Elindultak haza a Normandiából. Jó, London környékén parkol mindenki. Demand Hostage. De... No. Még mindig nem tudtam értelmesen engage-elni ezzel a mechanikával. Ostromtábornok nem lenne jobb a 3000-es sereghez? Nem jó! Rámentek az ágyukra! El tudsz még menekülni? Igen, remélem. Viszont mindenkivel menj fel éjszaknak, mert most lesz egy nagyon durva penalty-jük. Disembarkment penalty-nek hívják, és ilyen kb. Minusz 30-at jelent a csatákban. És partaszállás után vagy egy hónapig tart, azt hiszem. Jó, mehet az időközben. Megy mindenki fölfelé. Kivétel az az egy szemcsapat, mert ők lefele mennek egyébként. Nyugodtan engage-eld őket akkor is, hogyha kevésen vagy. Yep, easy. Nézd azt a smug face-t azon a mezítelen tábornokon. Futnak a gyáva szászok. Hát haver, éppen most szálltál ki, még vízes a cipőd. Akarnál harcolni? Aj, most oszthatom el újra a seregeket. Itt vannak az ágyók. Nem itt vannak az ágyúk, akkor hagyd ezt abba. Itt vannak az ágyúk, nem itt vannak az ágyúk, akkor hagyd ezt abba. Hirtelen azt hittem, hogy visszabufferelt a stream, de rájöttem, hogy élőben hallak, úgyhogy csak simán megismételted. Igen, néztem végig a dolgokat, és igen, ezt történt. Ez nagyon szürreális élmény volt. Na, meddig élek még? 65, holy shit. Oké, okay, ez most lehet, hogy egy unlucky dolog, ami itt történik. Oké, okay, nem. Oké, okay, egy csatát veszíteni fogok, mert egy csapat rossz csapattal akasztott össze a bajszát. De közben a seregük nagy részét meg szájba verem. Ó, ez szokos dolog volt beküldeni még azt a 7000-et oda. Ja, arra mindenképpen szükségünk volt. Mert hát nekünk, nekik annyira nem. Jó, végút, akkor ott tartottunk, hogy...
Szét kell osztani a csapatot. Először is, hol vannak az ágyúk? Megvannak az ágyúk, nagyon jó. Ti jöttök ide. Ti jöttök oda. Ti jöttök oda. Te maradsz ott. Oké, ti jöttök oda. Jó, ti közben csináljatok valamit, srácok, nem azért fizetlek titeket, hogy álljatok. A Istenem, már jönnek is vissza. Hát megáll az ész. Oké, meggondolták magukat. Az ott kevés. Az, oda azért meg kell még vagy 500 ember. Oké. Egy szomorú következménye van annak, hogy mostantól ilyen nő alapú lesz az öröklés, hogy eddig, nem tudom, az utóbbi 5 vagy 6 karaktert, és így királyt, mindegyiket ugyanúgy hívták. Oh. Ők voltak a Robrechtek. Volt vagy 4 vagy 5 Robrechtünk. De ez miért hívták őket ugyanúgy? Mert ez volt a módi, mint a franciáknál a Lajosok. Ah. Oké, valahonnan szereznem kéne még egy pár száz embert. Oké, ezek megadták, feladták, megálltak. Oké, ez most itt, ez egy nagyon véres csata volt. Mennyi a KD ráció? Kitört valami peasant háború. Mert ezt lehet meg tudom csinálni ilyen. Várjál, hol, mindjárt keresem, hol vannak. Januában. 3000 olasz, jó. Vegyél nekik valami szép tésztát, vagy ilyesmit. Szóval, mi volt a KD? Azt tudjuk? Mindjárt nézem neked, csak előbb. Azt hiszem ez volt. Egy pillanat is megfejtem. Nálam 7800 ember halt, meg náluk 11200. Oké. Okay. Lehet kicsit overkill, ha 29000 embert küldeni erre a 2200 fős De ez egy üzenet. De ebből majd tanulnak. Ez egy üzenetnek tűnik neki. Aj, nem mondod, hogy visszajössz azzal a 4000 emberrel. A súranó pályán. Ott ők elmennek. Hogy nem lett csak. Hogy megfordultak? Jó van, oké. Okay. Amúgy neked jók ezek a csaták, mert a, bár már nem, bocs, már nem jók. Úgy van, hogy bizonyos casus belli-nél, vagy minden casus belli-nél meg lehet adva, hogy mennyi warscore származhat csatákból, és mennyi származhat területfoglalásból. Aha. És például ebben a casus belli-ben 50%-nál több nem jöhet be csatákból. Tehát most már területet kell foglalni, hogy feljebb menjen ez a szám, mert az már régen kimaxoltátok. Aha, dolgozom rajta, csak nem úgy alakul a dolog. Oké, itt lehettek ennyien. Akkor azt szeretném, ha tőletek jönne... Megérkeztem a lázadókhoz, üzensz nekik valamit? Nem. Nyugodtan. Összeakadtak valaki mással? Rip. Lehet, hogy csatlakoznom kellett volna először ez a háborúhoz. Ó, nem csatlakoztam? Hát gondoltam ellenségesek így is, azt megölöm őket.
De oké, most már csatlakoztam, és most már számítani is fog. Mert az egyiket megöltem, de jött egy másik. Az van, hogy az angolok most el vannak foglalva egy erődjük visszafog. Ó, oh, jaj, ez az én területem. Jó, igen, értem miért azt az erődöt ostromolják. 100%, de hogyha 100%-on van egy háború, mármint a parasztos, és nem kattintod le, automatikusan lekattint egy idő után. Lekattintottam. Na ezektől, ezektől mit veszek el? Ezektől semmit, ezektől már minden el volt véve, azért látottak fel. Na, ez, de hogy itt a lehetőség, itt lenne a lehetőség, hogy valamit elvegyek. Az utolsó kasszájukat követték még fel, mi még ott na, volt az, akkor azt az utolsó kasszát tessék szépen beszolgáltatni a királyi udvarba. Verd el az angolokat. Meg lesz az mindjárt, csak előbb akarom szponzorálni ezt az ember, de nem nyílik meg. Úgyhogy szerintem valami lag van. Oké, mindegy. Oké, de ettől függetlenül szeretném szponzorálni ezt az embert. Jó, mindegy. Itt már tartottunk. Ó, nem séreltem ki az udvari artifaktot, de buta vagyok. Miért ma még vége lesz ennek a csetepaténak? Szerintem van még fél óránk, igen. Szerintem vége lesz ma még. Egy sereg elmegy az én seregem mellett, és inkább hajóra száll, mint hogy harcolnának vele. Tehát az angol hadsereg éppen most Peace-out-ol Angliából, az egyik ostromon mellett. Lehet, hogy nem ez történik igazából, csak ezt jelzi a térkép. Nem, ez történik, Peace-out-olnak. Mennek át hozzád. Hát, ez fantasztikus hír. Az összes, tehát ugye a teljes seregük megy. Várj, ez egy lehetőség, hogyha láttam már valaha egyet. Mert nincsenek túl sokan, de legalább... Jönnek majd még. Negatív, az igen. Is semmi. Megvan ez a negatív módosító. Tőlem még indul 8000 fő, hát 9000 főjük nem sokára. Jó lesz ez. 18000-en neki megyek. Good old part a szállás. Minusz 30, recently disembarked. Ahogy Isten akarta. Hát itt ahogy. Itt van a király egyébként, az angol király itt van. Verd már fejbe egy bottal, vagy csak küld vissza. Dolgozunk rajta. Én meg igazából semmi más nem csinálok, csak gigalozom az emberkéimet, hogy... Na itt összehozunk egy 10-es KD-t. Wow, oké. Okay. Huszonhatezer emberem békésen chillel London mellett amúgy. Na megint nem ostromolsz. Hát azért most, pont most ért véget, tehát ne szórakozz már. Csak fel akarom tölteni, pont ebben a szent pillanatban ért véget. Fület farkat behúzom, menekülnek? Hát ez így offenzíva, de nekik van ruhájuk sajnos. Jó, ezek megint jönnek, egyenlőre 200 IQ, amit itt csinálnak. Jaj, meg kostromol. Ilyen trápszolsz megint. Lényegesen gazdagabban jöttem ki ebből a háború. Ja, és megvan újra 72000 fős sereg amúgy. Nice. Ami ugye azt jelenti, hogy visszadolgoztuk magunkat a nagy textilledobás előttre. Most kicsit jobb lett a KD, mint az előbb. Meghalt nálam 484 ember, és megöltünk 15526-ot. Jézusom, annyi embere volt összesen. Ez a stack wipe volt, igen. Ezt jól látod. Jézusom.
Szóval Eszter, te egy kicsit lemaradtál a mai streamről. Az a helyzet, hogy készülöttünk erre a vallásváltás dologra, és aztán kidobta a játék, hogy haldoklom, úgyhogy bepánikoltam, és meghúztam a gázkart, és ledobtuk a textilt csoportosan. És azóta boldogabban él mindenki, mint előtte valaha. És én meg felgyógyultam a haldoklásból, ami szintén egy király dolog. Képzeld el, kimaxoltam a developmentet a fővárosomban. Oh, wow. Ezt én azóta fejlesztem a developmentemet a fővárosomnál, amióta van a játék. Hát el is értél 78-ig, az se csúnya. De nem egy 100, mint ami nálam. És hogy? Hogy érted el a 100-at? Hát például úgy, hogy ugye hamar elkezdtem építeni malmokat, és a malmok azok százalékosan növelik a development hozzáadott értékét. Nekem is vannak malmaim. Nagyon szépek azok is, csak kis gyépések, ilyen kis gettó malmok. Tehát a gettó malom is nagyon szép. Kirakjuk a hűtőre azt is. Havernak Jézusom, a ládája mellé. Oké. Okay. Olyan leereszkedően mondtad ezt. Lehet azért, mert 99%-on vagy, és megint nem most volt! Azért, mert éppen következő Dynasty Thing is szart választok! Hát mit tudom én, hogy... És ráadásul még rosszat is, mert rám kiabáltál útközben. Jézus ereje! Miért kell ezt csinálni? Milyen jól elhéderezget a seregem nagy része egyébként. Honnan szerzett ez ennyi katonát? Lidl-ből szerintem. Szkeptikus vagyok. Semmi baj, három streamol, de jó Dynasty Thingit választott ki. Ja! Meg amúgy következetesen akárhányszor feljött. Mi? Most éppen harcolok! Ja, nem erről van szó, oké. Okay. Jó. Van tovább a mondat. Oké, folytassak. Akárhányszor feljött, hogy bármit választok, vagy development százalék dolgot, akkor mindig az utóbbit választottam. Master taktik. Igen, ez annak hangzik egyébként. Szóval azt mondod, hogy Európában már nem fognak összejönni az angolok? Mert akkor elhozom a partról. Hát azt mondtad, megölted mindet. Ja, megöltem mindet, de nem csak a férfiakat. Hát azért remélem, hogy csak férfiakat vittek oda. Nem, csak férfiakat vittek oda. Na! Csak nem nyertél. De kettőt találhatsz, hogy kinek van 24 területe a 10 helyet. Egyébként nagyon egyszerű a megoldásom erre. Milyen megoldásod erre? Én azt csinálnám, ha én lennék a te. Igen. Hogy ugye van két fiad, az egyik nagyon sármos, a másiknak meg akkora állkapcsa van, meg ő egy óriás. Oh shit, tényleg ő elég durva. Jó, neki adnék valamit mielőtt. És akkor az lehetne, hogy ugye a József az meg fogja kapni a mindent, mert már primó van nálatok is. Uh-huh. És én odaadnám az egész Angliát szőröstől bőröstől Lupoldnak. Akkor a területeket is megkapja? Hát ez nagyon egyszerű, mert annyit mondasz neki, hogy jobb gomb Grand Titles, és akkor ott, azt hiszem, ha lekattintod a Kingdom of England-ot, akkor kijelöl mindent. Alatta. És akkor igen. Na várjál, valami nem oké. Okay. Kingdom of Bohemia. Empire of Italia. Empire of... Ó, nem az enyém az angol királyi cím. Akkor lehet, hogy megsemmisült, vagy... Azt mondják, hogy uszurpálhatom. Akkor uszurpáld először. Oké, az hogy is kell? Erre jobb gomb az arcra, aki... És azt mondod, hogy usurp... Nem.
Nem, mert nem, bocs, nincs. Rámész Angliára, az angol, angol király címképen, és alul usurp. Usurpálva. És most már akkor meg fogja engedni ezt. Na gyere, fiam! Óriásoknak óriása! Arra gondoltam, hogy mit szólnál, kapaszkodj, elég király, mit szólnál, ha... Mindjárt megtalálom. Oké, nem találom. Kingdom of England. Loopolt kacsa must hold or receive at least one county together with Kingdom of England. Igen, arra gondoltam, hogy mindent meg... Ahogy arra rá kell kattintanom ahhoz, hogy rá kattintassak arra. Jézus ereje, haver. Ja, hogy nem, akkor túl sok doméned lesz. Oké, ezt nem akarjuk. Már így is túl sok doménye van, ezt ő megoldja? Állj. Igen. Hold the horses. Először is, most írják, és igazuk van. Ez az óriás, ez ki összeroppant félkéz, de 14 éves. Ja, de majd lesz több. Oké, okay, probably. A másik az, hogy neki nulla doménye van jelenleg. Yes. Akkor hogy lenne Hát az, hogy... Hogyha... Nem tudom. Figyelj, ha több doménye lesz, mint amennyit vel tud kezelni, bár... Amúgy egy is a stewardship-je, szóval jó eséllyel... Már most azt mondja, hogy... Hogy 24 új doménye lesz, ha nem jelölök ki semmit. Mi az Isten, ezt miért mondja? Ezt miért mondja? Tudom, miért mondja? Erje. Illetve mi kell ahhoz, hogy megtartsam Londont? Ezt akkor ezt ki kell jelölgetni... Egyenként? De nem, valamiért már helyből azt mondja, hogy indulás helyett. Tehát, hogyha ha még nem kattintok semmire, már akkor is new domain size. Ja, az az én domain size-om, nem az övé. De hogy az övé az az enyém is? Abban az esetben, nem, ha... Nem, nem. Ó, nem, nekem saját, megy ja? Lefele. És amikor odadom neki ezeket a területeket... Ó, az enyém lefele megy. Oh, my bad. Szóval, ha ezeket odadom neki, akkor ő nem osztogatja el majd később? Hát elosztogatja addig, amíg nem lesz annyi, amennyi neki szabad, hogy legyen. Jó, az jó, az jó, az jó. De hogy jelentek ez, hogy magának intézi ezt a dolgot. Adjam oda neki Londont. Á, vannak már területeim. Nem, mert hogyha megtartanám Londont, akkor valamit el kéne passzolnom. Aha. Kicsit szeretném megtartani Londont. A feleséged segít neked? Mindjárt nézzük. Vagy az nem, azt nem szoroz. Melyik county London? London az meglepő módon Middlesex. Middlesex, ja. Yeah. Ha, azt mondta, hogy sex. Haha, és nincs is rajta ruha. Sex konfirmálva. Oké. Okay. Na, haver, ezeket vigyed, és akkor megnézem, mit csinál a feleségem. Sajnos segít nekem. Ó, oh, ez szomorú. Uh-huh. Azt a London csak meg kéne tartani. Az nagyon sokat fizet. Ó, és így viszont ugye eluszurpálta az angol király címet, úgyhogy az összes kis szaros terület Európán belül az független lett, és egyenként, mint a gyűrű hatalma rá kerülhet. Hát nem nagyon akarják csak úgy elfogadni ezt, hogy becsatlakozzanak. Hát akkor csak úgy majd 50 ezer karddal szemben. Hát 63, de lesz ez több is. London nem kedvel, mert rossz a kontrollodott. Oké, okay, de hol a pénz? De már nem vagyok holding limit fölött, haver. Oké. Okay. Nincs kontroll, nincs pénz. Na hát akkor oda küldök valakit. Akinek az a feladata... Mennyi a bevételed? 212. Okay.
És Londonban van malom? For matter of fact, van. Igen, van malom Londonban, úgyhogy minden a legnagyobb rendben van. Az eddigi bővülési technikáink alapján haladunk a továbbiakban. Én nyugodtam, hogy ez számít. Én őszinte leszek, én örülök annak, hogy ezt így most hozzácsatoltuk. Én ennek így örülök. Én szerintem ez cool. Anglia cool hely. Van ott is egy kis vityillóm. Kis hétvégi házam. Tower of London. Tower of Londonnal együtt. Aha! Szerintem ez így helyén való. Krampus. Kicsit dolgozni kell a helyeken, mert nem örülnek annak, hogy itt vagyok. Merre vannak a börtönünkben? Igen? Azt hiszem, hogy mindjárt megtérítek egy területet. Úristen. Zéland lesz az első, aki csatlakozik hozzánk. Na várjál, mert mielőtt... jó, mindegy, mennyi. Olaszországban nagyon szépen terjed egyébként a jó vallás. Kicsit váratlan módon. Igen, most, hogy szájba vertük az ottani parasztokat, így már minden rendben van. Most már látják a rációt a dolog mögött. Ez hiányzott nekik, hogy... Van egy halom cím, egy halom title, amit... meg egy halom, amit tudok usurpálni. Na várj, ezekre csak lekattintom. Miért akarnám ezeket uszurpálni? Ezek az én területemen belül vannak, nem? Igen, de akkor viszont a cím nem a tiéd, csak a terület, de jure nem a tiéd, csak igazából. De facto. De facto a tiéd, de jure még nem kaptad meg hozzá a címet. Na, érted? Hoppá, egy Independence Faction, kik vagytok tik? Ó, ti nagyon szerettek. Mi lenne, ha kapnál egy kis pénzt, és 69 opinionnel jobban kedvelnél? Mi lenne, ha te is kapnál egy kis pénzt? Na, egyezünk meg ebben. Sőt, veled beszélgetek is. Ó, porzik utánuk az ajtó, vagy a padló. Még le sem esett a toll, amit elejtettek. Olyan sebességgel rohantak ki a teremből, amikor megkapták a pénzt. Úgy, na én is erre gondoltam, hogy ez így sokkal jobb lesz. Okay, title-öket. You could declare wars. 34. Már nem akarok kancellár lenni, már steward akarok lenni. Jó. Szicseri swap, tessék. Oh, 297.8. Jézusom! Nagyon állat! Most én is dühös vagyok rád, kaphatnék egy kis pénzt. Fenyves, kaphatnám. Mondjuk ez most azért sikerült, mert ez a Stuart pozí például jár egy plusz 10% domain tax-el. Ja, nem baj. Okay, nagyon sok... Ha nagyon sok a dacsim, azokat a továbbiakban is érdemes lepasszolni, ugye? Aha, mert az kicsit arcban idegessé teszi a vazalusokat. Jézus ereje. Oh God. Ez? Még ez? Nekem srácok, ez elég stabilnak tűnik ez a birodalom már egy ideje. Azért, ha benne van egy településem, ami az enyém egy adott területben, akkor ezt a területet nem szabadna elpasszolni, vagy el szabadna passzolni? Ha a város szeretném megtartani. Hát akkor érdemes megtartani, mert különben meg fog rád orrolni az az illető, és azt fogja mondani, hogy neki az jár az a terület is, a város is. Ha már a hercegség az övé. Oké, arra gondoltam, hogy mit szólsz akkor, ha ez megtörténik, akkor nemes egyszerűséggel levágom a fejét.
Én ezt mindig támogatom. Igazi klasszikus megoldásnak tűnik nekem egyébként. Jó, akkor egy kicsit az, a Dutchikat. Manchester, az Isten, miért van ez nálam? I don't care. Grand 2, Sir Magas Homlok. Nagyon jó. Emlékeztek, mikor a Star Wars-ban 10 év alatt mindenki elfelejtette a Jediket? Na, most velünk is ez történik. 10 év alatt mindenki elfelejti a katolikusságot. Hát, igen. Azok pont olyanok, mint a Jedik. Nem voltak ott sehol. Kevesen voltak. Oké, okay, hány Dutchy van még? Dutchy of Vice! Na, Dutchy of Vice. Te hol vagy? Aha, hát ez fantasztikus. Na, Kobakbetyár, viheted. 99.6. Come on, let's do this! Nagyon jól hangzik, én 220-nél. Élnék a lehetőségem már, ha szabad, hogy elnevezzem London magyar falunak. Abszolút szabad. Ja, persze, nekem is jó lehetőség most, hogy mondod, igaz? Az első magyar falu. Akarok én egy Duke Joffrey-t magam alá. Just for fun, hú, köszi szépen a raidet. Remélem jól telt a stream. Mióta streameltetek? Sure. YTF not. Pedig neked vannak barátaid, de az nem fog megmenteni. Your friends cannot help you here. David Dishonored! Oh wow! És jó volt? Milyen volt a stream? Szia Linux Mind! Miért van az az érzésem, hogy... Ó, hogy te voltál. Ó, oké, oké. Lett egy cicám! No. Ennek örülnék, ha nem tudnám, hol végzi minden cicád egy ponton. Ez nem igaz, csak egy cicám végezte eddig, mert nem sikerült a többi. Srácok, van egy percet, kell elnevezni a macskát, ha el akarjátok. Szóval nálunk Linux Mind nagy dolgok történtek. Először is áttoltuk egész Európában ezt a mesztelen vallást. Oké, ezt megérdemli fenyvesőre. Rájár a rúd. Szóval áttoltuk a mesztelen vallást és aztán elfoglaltuk Angliát. Így jó, fenyves? Vagy érted, hogy gondoltad a dolgot? Legyen a cica fali dísz. Ezt a pontot most visszaadom, mert fenyvesnek jövök egyel, szóval... Kaptány Hajós, kösz szépen a 20 napot, nagyon én király vagy, és visszatértem hosszú idő óta. Ó, jaj, de hova is? Hát a legjobb helyre. Like ever. Oké, okay, lehet, hogy nem sikerült elneveznem a cicát. Mindegy, ha sikerült, akkor fenyves lett. És... Imádom, hogy a gyerekeidet át tudod nevezni kb. Ilyen 5 éves korukig, de a macskádat az nem. Az már egyszer meg kiállítottuk a levelet, akkor az marad. Ja. Yeah. Na, a Better Than Wolves-os lift az nem most volt egyébként. Jó, várjál, Anglián belül... Duchy of Tingy Tingy. Oké, okay, ezt viheted. Oké, okay, hogy állok a Dutchikkal? Van egy halom titanom, Jézus Isten, hogy csak a Dutchikkal. Jó, a többi az county, az nem baj. Oké, okay, akkor we good. Akkor enyém az első galaktikus birodalom. Itália birodalma, Francia birodalom, Kárpátia birodalom, Kingdom of Bohemia, Kingdom of Burgundy, Duchy of Bohemia, Duchy of Provence, és onnantól csak countyk. Szóval we good. Engem nagyon csúnyán elkennek ezek az emberek. De tudok segíteni? Nem. Kicsodák? Küldjek pénzt? Nem. Ma Anglia, holnap a világ? Hát azért ez európai szemmel a világ, amit most így a miénk. Aztán valószínűleg az fog történni, hogy meghalok, de hála az égnek remélem sokáig élek, 54 vagyok most.
Szóval az történik, hogy meghalok, és aztán szétesik minden. És a fiamat sokkolni fogja. El tudom küldeni a fiamat egyetemre? Még egyszer? Én nem találtam rá lehetőséget. Szomorú. Még a szábrót szeretném befejezni, aztán utána... Jó. Visszállok arra, hogy véget jön a CK3 mára. És egy kis időre. Van értelme feleslegesen title-öket create-elgetni? Prestige-t ad neked. Ó, ne, ezek dacsik. Jézus ereje, nem, köszönöm. Nem akarok dacsikat lepasszolgatni. Meg ugye azért, hogy a problémás grófokból csinálj egy problémás herceget. Nem lekattintható még. Még sajnos még mindig nincsen. Meg Kölnt nem állítod. Mit kell csinálnom Kölnnel? Meg kéne téríteni. Hát de... Az nem történik így meg magá... Ide kell küldenem a papot, hogy megtérítse? Úgy értve kell megtéríteni? Hát igen, mert abban reménykedtünk, hogy megcsinálja az, aki a főnököt, de az nem akarja megcsinálni annyira, vagy csak szuper lassan halad vele. Erre sajnos nem látunk rá. Jó, amúgy... Hogy? Valahogy 365 évés kész. Van. Egyébként a Angliában is lehet valami. Mennyit? Nem tudom, hogy ment föl, de közben állnak a seregeim, de 314. Jézusom! Ja. Hogyan tudnám javítani még a stewardship-emet, vagy valami? Mindegy, 227 így is. Ahol lehet, mert ugye nekem az magasabb. Mert vannak most ott is perkeim. Mert örökké élek, apparently. Nekem nagyon úgy tűnik. Nekem bizony nagyon úgy tűnik, hogy örökké élsz. Ó, Jézus Isten, ez egy egyes szintű szélmalom? Hogy van nekem egyes szintű szélmalmom? Nem szégyelled magad? Tehát érdemes lett volna saját magadtól nőni. A világ összes pénzét költöm szélmalmokra. De meg behozzák. No worries. Na, hát London mennyi pénzt hoz? 16-ot. Jó, lesz az több is egyébként. Tehát ott azért még van, amit lehet fejleszteni. Mondjuk nem sok mindent. Oké, 95-98. Még egy ostrom, de kikkel háborúzol egyébként? Don't worry about it. Ez valamilyen lokál dolog, ugye? Amivel ez nekem semmi közöm nincsen, ezt intézitek. Jó. Persze, intézzük. Majd küldünk egy levelet, hogy mi változott. Jó, adom. nem is akarok igazából mást. Is van. Jó van, Londonban is épülnek a szélmalmok. Mindenhol épülnek a szélmalmok. Jó, hát én közben egyébként religious icon vagyok, szóval, hogy így... Hoppá! Meg the living legend. Az vagy te a living, meg a én legend. Én vagyok a living legend. Hát egyébként nem feltétlenül... Terelte át Európát a béke világába sok ember eddig, csak mondom. Kis átmeneti időszak, de például a dél-franciák, vagyis itt a francia-olasz határon, itt óriási rajongói ennek a dolognak. Tehát itt Nice Province, meg ezek. Ja, ők ott azt nagyon élvezik, az biztos. Nekik így nagyon bejött a dolog. Vannak itt területek azért, akiknek nagyon bejött. És így rá van írva a térképen, hogy jó! Milyen nyugodt szívvel leugésztet, hogy egy év múlva meghalsz? Egy év múlva meghalok? Na, szóval az jó, mert van egy Dangerous Faction. Jaj, nem, már megint parasztok. Jézus ereje. Ki
210-en növekszik a véleménye rólam. Az nem szar. Ő úgy fog kedvelni, mint még soha senkit. Tehát konkrétan, hogyha minusz 100-ra utálna, küldök neki 10 forintot postán, és felmegy minusz 100-ra plusz 100-ra. Jó, jó az a diplomácia. Aj, haver. Ja, ez a diplomácia dolog, ez cool. Na, gyere haver. Fizethetsz kevesebb adót, mint a többiek, csak fizessél adót, jó? Elkezdtem itt a maradék területeket, maradék területeknek megírni, hogy itt az ideje becsatlakozni ebbe a klubba, mert ez a klub bizonyára itt a, ez a klub a klub. Nagyon sok emberem van még mindig ruha egyébként, ezek most az angolok? Küldök neked egy kis pénzt. Érted, hány éves vagy te haver? Hát... Jó, mindegy, akkor majd elveszük erővel. Na, így sokkal egységesebb a fehér paca. Még azt a kis részt ott felszámoljuk, meg azt a kis Litvánia részt fel kéne számolni. És akkor egy szuper egységes pacát kapnánk. Szerintem nagyon szépen alakul. Nagyon, abszolút. Ott Szerbia és Horvátországgal valami történik, amit nehéz megmagyarázni, hogy pontosan mi. Tehát, hogy ott ők, ő náluk ott valami alakul. Az orleániak, meg azokat ők nem csatlakoznának így maguktól? Nem, sajnos. Próbálkoztam. De hogy nem, de egyébként nincsenek távol. Túlélte a király az egész epizódot, még meghalhat. Valamiben. Állítólag az előbb okéztem le, hogy meghalok egy év múlva, szóval elég, ha csak eltelik az az egy év, azt meghalok a vérbe. És... De abban lehet, hogy már nem kezdünk bele. Igen, az már nem most fog történni. Mit szólsz, hogyha itt meghúzzuk a vonalat? Én meghúznám itt a vonalat. Jó van. Nézzünk még rá erre a gyönyörű birodalomra, és húzzuk meg a vonalat. Yeah. Oh. Na viszont Balázs, ha jól vágom, akkor te fogsz még tovább streamelni, úgyhogy küldöm majd az embereket. Egy öröm volt a minden is. Nagyon szépen köszönöm. Én ezt mindenképpen folytatni szeretném. Nem jövő héten, de majd eventuálisan kicsit mindjárt beszélgetünk erről. Majd ja, itt. Majd nálam. Ott. Köszi szépen Viktor, jó móka volt. Egy igazi jó móka volt. Várjál, még mentek? Ja, tényleg mentek én is. What? Annyi csodálatos dolgot csináltunk ma! Ki szólt be? Te, hogy nem akarsz menteni. Ja nem, azt mondtam, hogy jaj, én mentek. De nyilvánvalóan na jó, mi is már túl sokáig beszélgettünk. Viszlát! Bye. Na, srácok, viszont, mint azt már említettük egy párszor ebben a streamben, most jön a CK3 szünet, amiről beszélgettünk már korábban. Nem tudjuk pontosan, hogy meddig, meg hogyan, de ezt majd kitaláljuk, vagy kitalálja Balázs, és akkor utána majd látjuk. Úgyhogy most egy időre legalábbis biztosan ez volt az utolsó Crusader King stream. Én bevallom őszintén, nagyon-nagyon jó szájízzel búcsúzom most egyelőre ettől a sorozattól. Elfelejtesz játszani, mivel visszatérünk. Miért tudok játszani? Szóval azért értitek, ez egy olyan birodalom, amire az ember büszke lehet a ruhák mennyiségével, meg aztán pláne. Úgyhogy most én abszolút nyugodt lelki békével rakom ezt egy kicsit pihenni. Még ide van kedden két videó Balázsral? Egy ideje. És aztán majd visszatérünk. Szóval akik nagyon szeretik ezt a sorozatot, tudom ajánlani visszanézni az első évadot, visszanézni a második évadot. Mert nincs is sokra hátra a végdátumból. Ez így van. Viszont
ezeknek a miértjeiről, hogyanairól és egyéb dolgairól, azokról Balázstól tudtok majd bővebb információt szerezni, úgyhogy én át is irányítalak titeket, ahogy egyébként az általában is szokott történni, hogy mindig a pajtáshoz irányítom a stream végén a nézőket. Úgyhogy őtőle fogtok tudni majd mindenféle izgalmas dolgokat. Én egyelőre nem tudom még, hogy mi lesz a kedvestéken. Lehet az is, hogy csak random játékokat rakunk be, tehát hogy úgy, hogy értitek, hogy így mindig játszunk valamit. Most azt nem nagyon látom magam előtt, hogy hirtelen valami fix sorozat, de közben értitek, ki tudja, lehet, hogy ilyen valami fix sorozat, szóval ezt nem lehet így tudni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon-nagyon mentünk ma, nagyon sok mindent sikerült elintézni ma. És ja, egy jó hangulatú stream volt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Következőre csütörtökön találkozunk. Tehát, hogy holnap este lehetne stream, de azt hiszem nem lesz holnap este stream. Ugye beteg most a héten a gyerek, úgyhogy felkavarodnak dolgok. Csütörtökön délelőtt biztos, hogy találkozunk. Tehát azt tudom nektek mondani, és látszok, hogy csütörtök délelőtt biztos, hogy találkozunk. A holnapi nap meg szerintem nem fogunk. De most ebben ezen pirtelen elbizonyítanottam. Ha tudunk találkozni, felülöm a streamet. Úgyhogy ja. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Legyen szép estétek. Iratkozzatok fel a VOD csatornára. Csööö!